Üdvözlök mindenkit, Jászdi Kis Imre vagyok. Kis Imre a hivatalos meghatározás. Jászdi azért, mert Jászdon születtem, és úgy döntöttem, hogy ezt a helynevet oda teszem a nevem elé. Van erre magyar, tehát római jog alapú törvény, hogy én ezt használjam, de ettől függetlenül is használnám, ha ezt nem engednék meg. Kettő témát hoztam úgy össze, illetve voltam kénytelen összehozni, amit az egyiket közigazgatási problémának hívok, a másikat pedig egy archeológiai kérdéssornak. Észre kellett vegyem, hogy az a történelem, amit tanítanak az iskolában, egyetemen, könyvekben, bárhol, annyira tetszőlegesen összedobált, értelmetlen, logikailag mindenféle problémát felvető dolog. Megpróbáltam a saját paraszti eszemmel egyszerűen úgy rendbe tenni az információkat, amelyek rendelkezésemre álltak, hogy ne legyen az események között olyan logikai bukfenc, amely egyébként minden hivatalos történelmi tanításban ott van. Hogy mennyire egyszerű a dolog, vagy mennyire nyilvánvaló az, amivel foglalkoztam. Egy példa, én Veszprémbe is laktam, István király várába, és az ottani legenda, vagy helytörténet úgy tartja, hogy Veszprém a királynő egy gesztusáról kapta a nevét, mikor egy koldus asszonynak a hidegbe odadobta a prémet, hogy vesszen a prém. Csak hogy én ezt már gyerekkoromban nem értettem, hogy akkor előtte egy perccel hogy hívták a várost. Tehát akkor nézzük meg ilyen alapon a logikátlanságok sorát, amely ugyanígy a helynevekben és ugyanígy a mondákban, a mitológiában föllelhető. És ilyenkor ugye az oktatók, a nagyok ilyen ugrásszerűen egyik kérdésre a másikra átmennek, és ezáltal úgy gondolják, hogy megvan magyarázva a logikátlanság. Jászdnak a neve, és most már az én nevem is, így íródik Jászd. Szóként a D az a felszólító mód, te, de, benne van világos. Az 1700-as adatok szerint, lásd, 1528-ban Lajszt, és egy térképet találtam, ahol egyszerűen Laj. Laj, lej, nem tudom, ki tud a lejvonalakról. A lejvonalak olyan egymást vonalba követő hegyek, egy hatalmas rendszer, amelyet a mai Magyarországon föltérképeztem. A nálam lévő térképet majd, ha idő meg a mozgás engedi, itt meg lehet nézni. Sőt, ajánlom, hogy a továbbiaknak a hihetősége miatt nézze is meg mindenki. Ez egy olyan mai hivatalos bakony turista térkép, aminek az interneten is a Google Earth-ön utána lehet nézni. Az az általam hozzátett pár vonal, ami más színnel van belerakva, innen az esztergomi bazilikától indul, a sínai hegyen, a bakonybéli szentkúton keresztül egészen Kolontár altemplomáig mutat. Aztán mutat tovább is érdekeset, de maradjunk egyelőre ennél a négy pontnál. Tehát a mai történelmünk, ezek a döccök, ezek a kihagyások olyan szinten vannak ebbe a tájba megrajzolva, hogy joggal hívhatom én ezt geolingvisztikának, mert a magyarországi sínai hegy, hadd beszéljem már arról, amiről beszélnie kell, tehát földünk szól hozzánk. A gea már abból a szempontból is értékes ebből a térképből, hogy Gája nevű patak itt Bakon Inanánál indul, ma úgy mondjuk, hogy Bakony Nána. Tehát a gea szó az különös értelmet kap. Tegyük legyen a földön, és aki akarja, majd erre jön. Ne tapossák meg, mert nagy érték. Nemzeti érték, jó? Tehát, köszönöm. A vízszinteshez legközelebb álló egyenes vonal pedig általam a Pán nevet kapta. Ez a Pán tengely. Ugyanis a Pán szó, ha az idő kezdetét nézzük, a földtörténet elejét, hogy Pangeának hívjuk a földtörténet legelejét, illetve hát a tudomány annak hívja. Nézzük meg a Pán szót a pecséten, ha fölírjuk, ugye pont fordított sorrendet kapunk, a Pán adja a nap szavunkat. Cseréljük meg, már is ott van a japán neve, Nippán, benne van a Pán szó. Ennek a vonalnak a keleti
pontjából a nyugatiig mutat, ahol egy spanyol nevű helyiség van, ez Pán. Tehát Pánból már van kettő, csak hogy ott, amit mi látunk, az a térkép, az pontosan a Pánon megy át, amin történnek olyan dolgok, ami a Pannon és Ia képzővel már értelmet kap rögtön, tehát hadd beszéljen a Föld, Pannonián megy keresztül, mutat ez a vonal, számtalan olyan helyet, mint amit az előbb felsoroltam, Sínai-hegy, Bakonybél, Bakonybél tudjuk Gellértnek, a István király tanítómesterének a szálláshelye. Tehát szóba jött itt hirtelen három olyan Pán, ami a napra utal, és tudjuk, hogy mi vagyunk a fény népe, tehát a nap és a fordított nap felirat mutat valamit. Az történik ugyanis, hogy a Földnek a forgása ebbe az irányba, ha mutat, napocskánk innen rávetíti az ő nevét, és aláírja a történetet, N fordul tovább, A és P. Most elolvassuk, akkor ez a Pán szó. Abban az esetben, hogyha Japánnál ugye megfordul ez a tengely, átbillen, akkor pedig nyugat irányba forog a Föld, és már is megfelelően N fordul tovább, A és P. Tehát az, hogy a pánság mit jelent, ebben az összefüggésben elég világos, bizonyíték kettes számú, ami megerősíti Japán neve. Tehát a Pán-tenge itt halad át rajtunk, és a nappal függ össze. Ha megnézzük a világ földrengés térképét, 1963-tól jegyzi a Google ezt a történetet, érdekes módon megegyezik ezzel a tengellyel. Tehát kijelenthető, hogy a Föld alsó részében található szén és a napfénynek a jegyzett, pánnal jegyzett területe azonos a Föld egész területén ezen a vonalon. Abban az esetben, ha feltételezzük, hogy a földtengely megváltozik, és a japán fölirat értelmet kap, ezt az értelmet kapja, akkor azt is tudjuk, hogy mit rögzítettek őseink számunkra a Pán szóval. Figyeljünk oda, hogy olvassa a Föld ezt a feliratot, és már is tudni fogjuk, hogy várhatóan másképpen fog olvasni, illetve várható egy olyan átfordulás, amit azt hiszem a tudomány ma jégkorszakként emleget. Ez, mint tudjuk, 18 ezer évenként szokott előfordulni, illetve ezt mondják, de hogyha elfogadjuk ezt a 18 ezer évet, akkor nézzük meg azokat a föliratokat, azokat az egyéb történeteket ebben a területben, amely kiolvasható a hegynevekben. Ha már geolingvisztikáról beszéltünk, nyúljunk bele jobban. Az történt, hogy megpróbáltam a pánságnak a logikája mentén a szénnel egy összefüggést keresni, amint az előbb mondtam, kivédendő ezeket a döccöket, ezeket a hibákat, és megtaláltam Balaton alsó részén, itt van Tihany, itt van egy Osztopán nevű helyiség. Osztopánnak a Kálvária tetejéről egy függőleges egyenes bocsájtottam egy másik Pánhoz, akit ma úgy írunk, hogy a Pánon egy halom névről kapta a nevét, Pannon halma. Ez a vonal, amit itt látunk, a fölsőt, ez itt halad el. Pannon halma és az Osztopáni Kálváriát összekötő vonal semmi másra nem merőleges, csak erre a 7 fokban eltérő Pán tengelyre. Tehát idáig tartunk 5 Pán névnél, és Osztopán azért elég világosan rámutat, hogy a Pán tengelynek miért is osztója. Ne lepődjön meg senki, ahol osztja a Pán tengelyt, ott is egy Pán lakik, csak őt úgy hívják, hogy Bakony Koppány. Tehát ő Koppán. Egy P-vel több sikerült, de mondja a helyet. Akkor most vagyunk a 6. Pánnál, ugye? És a 7. az a nap, amiről minden vallási dokumentumunk tanúskodik, tehát mi a fény népe. Abban a logikában, amivel ez a leírat elemezhető, további elemek kerülnek elő. Ennek a Balaton alsó pontján haladó vonalnak egy olyan területet sikerült föltárnom, ami egy bogot mutat. A bog az mindig több vonalnak, vagy fonalnak az együttesét jelenti, tehát a bog bogozódik, stb. Mai napig értelmes szó. És ez a láj jelenleg úgy íródik, hogy Balaton, bog, lá,
R, mert röbetű lett belőle, de egyébként Bogláj mellette, Lej-Lej, Balaton Lej-Le található, amire, ha fölmegyünk a templom tetejére, vagy a kálváriájára, és körbenézünk, rögtön világossá válik, hogy miért is kapta ezt a nevet. Amerre szemmel lát, mindenhol ilyen lejvonalak, amit az előbb mondtam, lásd, lájvonalak, tömkelegét találjuk meg, majd a térképet ott a helyszínen, akár vagy otthon a számítógép előtt, ennek a logikának mentén összerakjuk, és valószínű, hogy kiver bennünket a víz. Hatalmas logikai összefüggések, és a világ összes országában azok az alapnyelvi alapokat hordozó helynevek, amelyek minden esetben a szkíta birodalomig nyúlnak vissza, ugyanilyen tartalmat hordoznak. Még egyszer mondom, a világ összes országában, szó sincs Európáról, Ázsiáról, Amerikában ugyanez a helyzet. Tehát ez egy akkora kultúrlenyomat, amelyet az őseink a Föld egészére kiterjedve úgy hoztak létre, hogy ezeket a hegyeket megépítették. Olyan szinten mái napig, tavaly a bakonyhad gyakorlat nyomán itt az Európai Társaság is próbált valami gyakorlatot csinálni a bakonyba sikeresen, és én ilyen poénnak szántam, Benkő Tibor vezérezredest felszólítottam, hogy vigyázzon az én hegyeimre, mert, és elküldtem neki ezt a teljes anyagot, amit az interneten lehet látni. Lásd csodát, nem megsértődött, hanem a hadgyakorlat után a szóvivője fölhívott telefonon, és mondta, hogy lézerrel bevizsgálták a hegyeket, mai napig milliméter pontosak, mindenre nagyon vigyáztak, és ők továbbiakban én velem nem tudnak tárgyalni, szabályok vannak róla, viszont a hadtörténeti múzeumnak átküldtek mindent, ha fel akarom venni a kapcsolatot ezügyben a hadtörténet, akkor ott próbálkozzak. Vukics úrral való találkozásom okán aztán ettől elállt a kedvem. Na most, ha végigmegyünk ezen a boglár és egyéb logikákon, akkor ugye mindenkibe fölmerül a kétség, hogy az Istenbe lehetséges, hogy a Föld egész felületét átépíti egy olyan világ, egy olyan társadalom, akinek nincsen rakodógépe, nincsen lézertávcsöve, és mégis milliméter pontosan hegyeket rak vonalba. Egyiket a másikhoz úgy, hogy mai napig a sok tektonikai és egyéb mozgás után ez milliméter pontos. Gyakorlatilag lehetetlen. Tehát ha ma a legnagyobb építési vállalkozókat összecsördítenénk, és megkérnénk őket, hogy tegyék meg, maximum elpusztítani tudják. Illetve hát erre tudjuk, sajnos van is próbálkozás. Megépíteni nem is vállalkoznának. Ahhoz, hogy ez működjön, először is talán kell egy ok, hogy miért is. Nézzük meg az okot. Illetve még előbb menjünk el időbe. Ha ma ez a történet itt van előttünk, már pedig itt van, akkor és egyetlen olyan hadvezérünk, nagy emberünk, tehát a világtörténelemről beszélek, most nem a magyarokról vagy bármilyen nációról, egyetlen egy emberünk nem írta be a maga dicsőség listájára, már pedig ha jól megnézzük a történelmet, erről szól, igaz? Akkor nyilván, hogy ez olyan időbe keletkezett, ami ebben a jegyzett történelemben még nem kerülhetett bele, tehát sokkal előtte, mert azóta ez nem történt meg, tehát sokkal előtte. Na most, ha ez az idő sokkal előtte van, akkor nézzük meg, hogy körülbelül hova mutat. Nem tudom, tudják-e, vagy van-e kép arról, milyen régi a Balatonnak a mai figurája, tehát mikor alakult ki ez a kis pocsolya itt. Az az idő, amikor a Balaton még rendesen funkcionált, akkor a területet foglalt el, hogy Veszprém városának a magassága, Balaton-Almáditól elindulunk, hosszú kilométereken keresztül megyünk fölfelé. Ugyanez le kezdőhelyig, tehát a dö betű így néz ki a rovásba, az előbb beszéltük, tehát kezdőhely, ami kezdhely ma, ez a Balaton magasság, a vízmagasság ezen a szinten van, tehát Vízperem városát értelmes végig gondolni, hogy erről szól-e a Veszprém szó. Tehát, ha Vízperem, akkor megszoktuk már, hogy nem egyszer bizonyítunk valamit, hanem kettővel. Nézzük meg a Balaton vízállásának a további lehetőségeit, és itt van egy Peremarton, amit ma mindenki úgy gondolna, hogy a Mártonnal köt össze, ugye, mert Peremarton, akkor az Peremarton. Viszont ha Vízperem, akkor nyilvánvaló, hogy a Perem és az Ár
És a Balatonról van szó, ton hármas alkotja a perem, ár és ton szavunkat, ami egyúttal azt is jelenti, hogy odáig ért a víz. Tehát három együttállása azért már eléggé nagy bátorságot jelent, ezt megkérdőjelezni. Na most, amikor a perem odáig ér, akkor nyilván a Balaton alsó része is sokkal nagyobb kiterjedésű, sokkal nagyobb távolságot kér a mai területből. A Széchenyi idejében még Szekszárdig hajózható volt a Balaton. Tehát Széchenyiek még hajóval mentek le. Tudni kell, hogy Lula nevű helyiség a Balaton alján itt Tab magasságában van. Ez egy Lula, két ellel. A patak neve pedig Jaba. A Jabai egyház régebbi, mint a Tihanyi. Ennek a nyomai tavaly tüntették el. Illés Zoltán, környezetvédelmi államtitkár, akkor kapott egy angol vegyipari kitüntetést a Kolontáron elkövetett, nem is tudom miért, mikor leszállt Jaba és Lula védelméről. Hogy mik a háttérösszefüggések, nem tudom, de időbe tökéletesen egyezik a kettő. Az előbbi szóba jött Petőfi, ugye? Tegyük föl Lulát arra a körrovásra, amiről beszéltem. Nézzük meg Lulát, milyen értelmet kap, ha körbeírjuk. És mondjuk az A betűnél kezdjük. Tehát innen kezdjük. Akkor alul. Igaz? Nézzük meg Jabát, és nem írom végig, látjuk. Jaba, Jaba, Jaba. Tehát Baja alul innen kapja a vizet. Két helyen volt Magyarországon földgáz, illetve propánbutánt előállító gyár. Az egyik a itt fönt a Budai hegyve, a másik pedig Bajánál a parton, a Duna parton. Tehát elég érdekes összefüggés abból a szempontból, hogy Petőfink, ha bár alul a víznek árja, azért a víz az úr. Gondolom tudott valamit. Mindjárt rátérünk, hogy miért is szoros összefüggés az ár, a víz és Jaba, Baja, illetve az a gáz, ami az előbb szóba kerül. Idáig érthető voltam, ugye. Akinek nem, az most kérdezzem vissza, mert aztán megyünk tovább, és ha most nagyokat léptem, akkor innentől repülünk, jó? Tehát még erősebb lesz a történet, ugyanis olyan összefüggéseket kell, hogy mutassak, amik sajnos ennek az előadásnak, vagy nem tudom, beszélgetésnek a címére utal, illetve azzal szolgálom ezt a meghirdetett témát. Tehát ugorjunk, rögzítsük ezt a képet, majd mindjárt vissza fogok térni, de egyelőre hagyjuk. Az ősök abban a világban alkották meg a kultúrához szükséges feltételeket, amely világban ugye nem volt rakodógép, nem volt dózer, mégis hegyeket raktak össze. Értették a napnak és a földnek a forgása közötti összefüggést, és valószínű, hogy az előbb említett szénnel is kapcsolatba álltak. Lazítsunk egy kicsit. Ki van írva sok helyen lovarda? Kérdésem, mivel varják a lovat a lovardába? Lúcérnával, nem? Tehát a lucerna az egy lóvarró eszköz. Csak hogy ha a lucerna megszárad, akkor mi lesz belőle? Hát széna bizony, mondom. Még öreg apám így mondta. Hát a széna bizony. Korona, köröna. Bál, rengeteg, en, a, rajta. A, Krisztina, kereszten, a. Az a mindig a rámutatás. Amikor az Úr szót megértjük, hogy mi a tudás az Úrban, akkor a legnagyobb tudás az idő. Úra, úra, karúr, karúr. Tehát a tudásnak is az a rámutatója. Na most, hogyha a szén a bizony, és ennek a logikának ugye nyilvánvalóan ebben az egész fotoszintézist végző világ szénből épül föl, akkor ez azt jelenti, hogy az a nép, amelyik a lucérnával lovat var, illetve eljátszik ezzel a szóval, létrehozza ezt a történetet, tisztában van a szénnek a biológiai szerepével, és ha már a napnak az összefüggéseiben az előbb rámutattunk arra, hogy miről szól a nap és az alsó szén összefüggés, ugyanazon a vonalon van,
akkor ugyanazon a területen végig ez az összefüggés, a lótartás, a mezőgazdaság, a növénynemesítés ugyanezekkel a szavakkal végigkövethető. Tehát a szkíta, nevezzük szkíta birodalomnak, bár én véleményem szerint sokkal régebbi történetről van szó, a szkítaság, mint fogalom jóval később jelenik meg. A víznek van egy tulajdonsága, méghozzá az, hogy 270 fokon kettő alkotójára válik széllyel. Nézzük meg, mi az a kettő alkotó, hogyha kettő molekula vizet veszünk. Tehát az egy mol ugye H2O, H4-ből ugye akkor O2 lesz. Ha ez ketté válik, akkor marad ez az elem egy gáz, és marad ez az elem egy gáz. Azon a részen, ahol ez a történet zajlik, a pántengely, mint mondtam, az alsó rendszerek minden esetben hatalmas széntelléreket tartalmaznak. Van egy szavunk, azt mondjuk, hogy tartály. Az ős magyar, illetve az eredeti nyelv, az minden nyelvész, én nem vagyok nyelvész, csak belegondoltam egy-két dologba, onnan indul, hogy két mással hangzó közé a kiejthetőség kedvéért betesz egy magánhangzót, tehát ezek mindig az alapszavaink. Nem muszáj nagyon keményen ragaszkodni hozzá, de útbaigazítónak ez egy jó dolog. Tehát, ha tartjuk ezt a sablont, akkor a szén nyilvánvalóan alapszó. Na most, amikor a kettő gázra vált a föld alatt, tehát mondjuk, hogy ez a felület, itt van egy dolina, a dolina a víznyelő, ahol a földbe összeszalad a csapadékvíz vagy a folyóvíz, és lemegy a föld alsó rétegei, egész a magig mehet. Tehát, hogyha itt lemegy a víz, és itt ketté válik, hára és óra, itt ebben a rétegben találkozik a szénnel, a szénnek a C a kémiai jele. Tehát keletkezik egy CH4 és egy CO2. Ez mind a kettő gáz. Ezt a két gázt a biológia használja. Ez a gáz, a CH4 lángalég. Őseink bárnak mondták a nyomást. A barum radiál gumit mai napig tudjuk azért bár barum, mert ez a szó adja számára az alapot, de mindnyáján tudjuk, hogy a nyomás a System International bevezetés előtt Magyarországon bárult. Ha ez a gáz lángalég, ez a bár láng szónak ad alapot, mert a bár lánggal meggyújtható. Ez a kicsi nyomással följövő széndioxid pedig az a bár, ami beszézve bárka képzőt kap, tehát ő a barka. Tegyük fel a körforgóra, és mondjuk a logika szerint ugye két mással hangzó közé, kezdjük el innen olvasni, és már is kiderül, hogy a 8. törzsről van szó, a kabarról. Hogy jön ide a kabar? Úgy, hogy ezek az emberek, akik ezt értették, az ős magyarok, ezzel a gázzal úgy gazdálkodtak, hogy ezt a vízmennyiséget, amit a dolinákon beengedtek, zsilipelték, beszabályozták, és az így keletkezett, följött gáz bevezették olyan hegyekbe, amelyek ezáltal az infratükör hatásának következtében, Samir Osmanagics filmjét kell megnézni a boszniai piramisról, mai napig 8-10 fokkal melegebbek. Tehát az a bárka, amelyik a jégkorszakban a túlélést biztosítja, az nem az özönvízi túlélő bárka, hanem a jégkorszaki túlélő bárka, és a bárka építő nép a kabar. Szó sincs itt semmiféle bibliai történetről. Egyszerűen a magyarok építették meg a bárkákat. Én a Kárpát-medencébe 2700-ig számoltam, aztán eluntam. Tehát ezek a hegyek, amik erre vannak összerakva, azok a tartályok fölött épülnek, amely tartály egy összetett szóból, a tarból és a tájból képződik. Azért tartály, mert a szén fölött nincsen fa. Semmelyik szénmedencénk fölött nem nő erdő. Se a moszkvain, se a kínaiakon, se Magyarországon, sehol se. Tehát, ha egy ős magyar odalovagolt a hegytetőre, körbenézett, ezt mondta, ez egy tartály, és azért lett belőle tartály, mert azonnal elárasztotta vízzel, és már jött is föl a kettő gáz, tehát a biológiai létünknek, a füvesítésnek, a sztyeppék létrehozásának
komolyan mondtam, nem nyelvbotlás, létrehozásának az a feltétele, hogy a vizet olyan szinten beengedjük a magra, hogy ebből keletkezett kettő gáz a felszínen alkossa a gáz növényt. Ma úgy mondjuk, hogy gaz. Azok a gazok, amik lent vannak, rögtön találkoznak ezzel a gázzal, és létrehozzák öntestüket. Azok a fák, amik itt a Pilisben ilyen hatalmas sziklák tetején több tonnányi fát alkotnak, és a gyökerük egy centit nem találkozik a földdel, nyilván nem a talaj nedvességből építették föl azt a hatalmas valamit, hanem a gázokat szűrik a leveleken keresztül, a gyökereknek a pólusain keresztül, és ennek a gáznak a ketté választása után, tehát a CO-ból leveszi a szenet, az oxigént kibocsátja, itt leveszi a szenet, a hidrogént kibocsátja. Az oxigén és a hidrogén addig keveredik, addig variálódik a levegőben, míg nem találkozik, lesz belőlük köd, pára, harmad. Ha úgy adódik, akkor eső, villámlás, durrogás, és egyszer csak elindul ez a folyamat újból, és ezt hívjuk körforgásnak, az őseink ezt szabályozták. Tehát a víz körforgása nem a víz csapadék leesik és bemossa, hanem egy akkora körforgás, amelyik a víz kettéválásával együttesen alkotja ezt a hatalmas kört. És menjünk bele most Bába Lejjába, a Bibliába, ahol is az Isten saját képmására teremti meg az embert. Értjük a két kört, értjük a lélegzetet, értjük a vasnak a funkcióját a vérkeringésben, amely az energiát szállítja azokhoz a testrészekhez, ahol ebből aztán a munkának, illetve a célnak megfelelően különféle testrészeket építünk, vagy energiával munkát végzünk, az izommunkát. Tehát Földünk ugyanezt csinálja, ez a Gea, aki a mi teremtőnk. Úgy hozza létre a biológiai létet, hogy ennek a biológiai létezésnek növény állat tetejére fölteszi azt az embervilágot, amelynek most büszke utódai vagyunk, tehát szeretettel üdvözlök minden kedves barbárt. Ugyanis a két gáz, ezt összeolvasva bar és bár, barbár. A kornak és azóta is eltelt legnagyobb tudományos eredményeinknek még nem sikerült eljutni idáig, hogy megértse, mi az, hogy barbár. Ez a barbárság. Idáig föl kéne jutni egy-két nációnak. Tehát, amikor a tartályokat megnézzük, a tartályok mellett találhatók azok a hegyek, amelyek alkalmasak arra, hogy a lent alsó földrétegekbe keletkezett kettő gázt magukba fogadják, és ezáltal a nap irányába beszabályozott hegyoldal segítségével elérjék azt az előbb említett 8-10 plusz fokot a többi hegyekhez képest. Nem kell hozzá mérőműszer, meg semmiféle komolyabb technika. Elég, hogyha hóolvadáskor, vagy egy hűvösebb nyári napon kinézünk, és elkezdjük figyelni, hogy melyik hegyről mikor olvad le a hó. Ne a napos részét nézzük, hanem a hátulját. És már is látható lesz, hogy melyek a meleg hegyek, vagy a hideg hegyek, ugye, ismerős geolingvisztika, megint beszélnek a nevek, nagyon fontos, amit beszélnek. Ugyanakkor a nyári trükk pedig az, hogy a gőzölgést, a párolgást tudjuk megfigyelni. A meleg hegyek sokkal nagyobb mennyiségű párát adnak ki, és hogyha, mit tudom én, a Pilis Tinye Zsámbék környékén, ahogy megyünk a Tinyei irányba, ott van az az érdekes, gyönyörűen épített hegy, ott ez tökéletesen lemérhető. Látható egyébként, a Bakony gőzölgő hegyeiről írnak mondákat, legendákat, Erdélyben szintén mindenki tudja ezt a történetet. Na most, ha a szénmedencék és a víz ilyen szintű összefüggését megértettük, akkor nézzük meg, hogy miről, amit az előbb egy kicsit említettem, vagy szóba hoztam, de aztán átugrottuk, hogy hogyan jut el odáig egy kőkori társaság, hogy egy ilyen értekezleten összeülnek lóháton, és azt mondják, hogy na jó, akkor építsük át a Földet. Tehát azért ahhoz kell valami talentum, vagy valami a háttérbe, hogy egy ilyen döntést hozzon még akár egy Attila nevű nagyság is. Ez, amit én itt hidegkovácsolásos eljárással csináltam, ez egy pásztabot segít. Ahhoz, hogy a hegyek vonalba kerüljenek, rettenetesen sokat kellene oda-vissza lovagolgatni, míg a 9 kilométerre lévő hegyeket megnézzük, hogy most vonalba van az, stb. Ha viszont így leteszünk egy botot, és elnézünk a bot mellett, látjuk, hogy az pontosan oda mutat a hangfalra.
Hát 2 métert sétálok, elnézek oda, az pedig oda, ez azt jelenti, hogy a 3 hegy, ez ahol most állok, az és ez vonalban van. Nem kilométereket lovagoltam, ezen az egy boton ezt le tudom ellenőrizni. Majd ha lépünk 2 heggyel arrább, megnézem a többit is, és akkor esetleg igazítunk rajta. Igen ám, de hogy lesz ez vízszintbe, ez a hegyrendszer, illetve hogy foglalja el azt a pontos helyet, amit a térképen, mint mutattam, illetve hát a Benkő Tibor mondott, milliméter pontos mai napig. Úgy működik, hogy van egy merítkezés nevű fogalmunk. Nem hiszem, hogy szentelt vízzel lett volna tele a sivatag, de a merítkezésnek van egy magyarázata az én olvasatomban. Ha ezt a botot én beleteszem a vízbe, akkor a tetején megállítom, akkor ez vízszintes lesz, ugye? Azért vízszintes. Volt ember, aki ezen csodálkozott, hogy valami attól vízszintes, hogy vízszintes. Na most, hogyha ezen a ponton tudom rögzíteni, akkor az ideakasztott kis függőt megvárom, míg kilóbálja magát, vagy nem? Megvárom. Igen. És ott, ahol megállt, ott húzok egy vonalat. Érdemes rámenni a Néprajzi Múzeum pásztorbot gyűjteményére, már csak azért is, mert... Köszönöm. Ezeknek a botoknak, amik ott a fényképeken fönt vannak, ezen a ponton vagy egy vonal van, vagy egy kis madárcsőr, vagy egy kéz, de valami ezen a ponton, ha ez vízszintben van, ezen a ponton, vagy ennek környékén, itt mindig van. Mindig egy nagyon pontos, hegyes kis valami. Tehát még egy bizonyíték, hogy ez logikus ebből a szempontból. Na most, miután a víznek a szintjét rögzítettem ezen a módon, ezt a kis szívecske formát a nyakamba akasztom, mert Jézus szíve ugye ismerős ebbe a dologba, tehát könnyen mozgatható, a bottal a hegyre fölhaladva, mondjuk a sínai hegyre, fölakasztom egy fára, meg fog állni, mert a formája ezt mutatja, ráakasztom a kicsi függőt, és addig állítgatom a nyílóvesszővel, mert ugye a nyílóvesszőnek van egy tulajdonsága, hogy elég könnyen kinyílik, és nem nyílvessző, mert akkor így vessző lenne, ha a nyílhoz passzol, egy mozdulat, a fölakasztott, fára akasztott végét oda, ezt ide teszem, és miután vízszintbe raktam, elnézek mellette, most hadd ne guggoljak oda le, és a szomszéd hegynek a magasságából pontosan meg fogom tudni mondani, melyik részt kell elhordanom, melyiket kell hozzápakolnom, illetve ha gátot akarok, zsilipet akarok építeni, melyik ponton kell kezdeni a földmunkát. Tehát ahhoz a munkához, ami ilyen nagynak tűnik, ez az egyszerű, nagyon egyszerű bot alkalmasnak látszik. Illetve ha most meg kellene oldani mondjuk egy világborulás után, én ezzel oldanám meg. Amikor a földmunkákra keresünk magyarázatot, akkor pedig a nyelvbe fogjuk hamarabb megtalálni, ugyanis az a mennyiségű munka, kézi szerszámmal biztos, hogy kivitelezhetetlen, illetve hát valószínűtlen. Ezért nézzük meg az őseink szokásait lótartó szempontból, ha már a szén lucerna és a szén a szóval. Nem ültek 8 éves koráig a ló hátára. Az ízületeire vigyáztak, majd aztán 30 éves koráig hajtották, mert addigra olyan jól beálltak a forgói, hogy nem volt kérdéses a dolog. Tehát az a kor, ameddig egy kicsi ló dolgozott, fölülről nem terhelve, viszont mögé lehetett kötni egy olyan járművet, ami mint egy ilyen billenő kis dömper elkezdte hordani a földet. Tehát az a kor, amikor ezt a pici állat csinálta, látszik? Honnan hátulról? Úgy néz ki, föladta a fiút. Ez a csikókor. Kezdjük el innen olvasni. Tehát a kocsikor, a kocsikó, amíg a lónak nem ülünk a hátára. Viszont tudni kell, akinek van jószága, tudja jó kecske, disznó, bármelyik, amelyik egy falkába szeret lenni. Ha az egyik elindul, a többi megy utána, szétválasztani is nehéz őket. Ahhoz kell egy ister, nem, ostor, mindegy, az ugyanaz, mert elválasztóról szól. Az egyik a Kárpát-medencét választja, a másik a Gulyát, a Nyájat. Tehát, amikor a kocsikorba lévő jószágokat beállították egymás után,
Akkor gyakorlatilag az a két ember, aki egy piramis építésére oda ment, elmehetett nyugodtan früstökölni, mert a lovak hordták, egyik a másik után, illetve hát nem a lovak, hanem a csikók. Majd aztán letelt a 8 év, jól megerősödtek ebbe a munkába, és akkor válogatták ki ide, ki oda. Tehát a piramis építési szempontból a Peremes, a vízperem városa az, ami ebből a logikából, a pásztabotból, az előkészületből és a szénnek a föld energiájának a föltermeléséből most már következtethetően egységet mutat. Ez egy olyan egység, aminek minden eleme mái napig itt van a tájban. Az a terület, ami ma Gánt néven fut, egy rettenetes nagy gátrendszernek része. A gánti bányát azt pedig azon a részen kezdték el üzemeltetni, ahol a legkarmikusabb része van, de a Balaton felvidék összes hegye ilyen. Van olyan hegy, ami több vonalat köt össze, és jelenleg 3 helyről indultak neki rakodógépek. Na most, amikor ennek a rendszernek a logikáját nézzük, az alsó részben található és onnan fölfelé törekvő gázok olyan részbe kerülnek, olyan alagutakba vannak összegyűjtve, amelyek mai napig a Földünknek az alsó rétegét mutatják. Tehát olyan rendszer, ami hangsúlyosabban alagút, mint Föld. Komolyan beszélek, komoly városnyi területeket jártam be lent. Olyan világ van alattunk, ahol most ülünk, 3 város van. Nem alagutakról beszélek, az Budapesthez tartozik. Az alatt van még 3 város. A legalsó akkora, hogy innen a Tátráig nyúlik. Rettenetes mennyiségű anyag van lent bekészítve, egy olyan túlélési lehetőség, ami az előbb, amit mondtam, átfordul a Föld, a világ jelentős részét, tehát az ember állományt képes átmenekíteni azon a korszakon, amíg fönt élhetetlen a világ. Most jöttem haza Erdélyből, akkor mindkétem, Sófalván is jártunk. A sófalvi területen van egy olyan barlang, aminek dugig van vízzel, és egy önálló nitrogén alapú ökoszisztéma nyomai vannak kimutatható állapotban a felszínén. Tehát az, hogy egy élet van a Földön, az nem igaz, 2 minimum, amit egy amerikai és egy svájci laboratórium ellepett, és azóta senki nem fér hozzá. Tehát nem lehet további vizsgálatokat végezni. A nitrogén alapú ökoszisztéma képes fehérjét előállítani, tehát ha úgy döntünk, hogy lemegyünk, mert ugye fönt hidegebb van, vagy sokkal hidegebb, akkor lent az életünket egy másik típusú életszisztéma biztosítja, abban a világban is, amiről az előbb beszéltem. Ma már olyan berendezések vannak levéve, mint atomreaktorok és a többi, de ezekről mi költségünkön ment ugyan le, de nem nagyon tudunk. Én felszólítottam Dobson Tibort, a katasztrófa védelem vezetőjét, nyilatkozzon, mikor hajlandó a magyar lakosságnak, a magyar nemzetnek átadni ezeknek a lejáratoknak a helyét, illetve ezeknek a kulcsát, és mikor mondja meg, hogy hogy használhatók a lenti gépek. Nem is válaszoltak, újból jött a rendőrautó, és vittek engem elmeorvoshoz, mert én csak úgy vagyok kivehető ebből a dologból, hogyha elmeorvosi vizsgálattal kizárják, hogy a jogaimat gyakoroljam. Na most, azokat a szentgáli barlanglejárókat 47 kilométeres területről szólnak, jelenleg az Inkal Szekuri őrzi. Magyar ember nem fog lemenni. Azokat az atomreaktorokat, azokat az áramfejlesztő berendezéseket, amit a Bakony tetejéről a lokátorállomások alól kivettek, azokat oda vitték le, magyar embernek biztos nem fog áramot termelni, bár a mi embereink vitték le. Azok a bányák 1992-ben megszűnt a vályárképzés. Magyarországon akkor már a vezetőség tudta, hogy nincs szükség bányászokra. 1992. Mikor zárták be a bányákat? A villanyszámláját megnézte valaki? Rá van írva bánya bezárási illeték. Tehát mi kifizetjük, hogy a 92-ben eldöntötték, hogy bezárják a bányákat. Miért zárják be a bányákat? Mert 92-ben jutott el az okosa, hogy arra a szintre, amit az előbb mondtam, hogy a Föld föladja a gázt, a szenet, nem kell ásni, bányászkodni. A röbetű meg a nöbetűt az előbb mutattam, hogy függ össze, ugye?
Tehát, hogyha a bár és a bán ugyanaz, akkor az az ia, mint panónia, ez a bánya szavunk, így jön ki. Tehát olyan bár ia van alattunk, amit az ősök föl tudtak hozni, 92-ben becsukták, és mi kifizetjük a bánya bezárási illetéket úgy, hogy közben mi kifizetjük a széndioxid kvótát is. Megbüntetnek bennünket azért, mert ellopták tőlünk azt a tudást, amit az ősök ide letettek ebbe a területbe, létrehozták az alsó rendszerekbe azt a működést, amiről beszélek. Ennek a működésnek a minőségét és a mennyiségét meg tudom mutatni egy szóval. Ez a bár szó már megint kivételesen, ugye miért ne? A ékezet nélkül ez a terület édesanyja itt van alattunk. Baranya. 1973 Magyar Népszabadság és a Kudlik Júlia műsor még igen hevesen foglalkozott azzal, hogy a Duna alsó vízfolyásának a mérete 20-szor annyi, mint a felsői. Aztán 92-ig snit, semmi, eltűnt az eltűnt Duna. Miért nem emlegetik ma? Mi nem tudunk róla, hogy van egy 20-szor akkora Dunánk. Mi kifizetjük a gázszámlát. Ha 20-szor akkora a Duna, mint a felső, az azt jelenti, hogy 166 millió köbméter, 1, 2, 3, köbméter vízből lesz gáz. Ugyanis ez az eltűnt Duna nem kerül elő sehonnan se, belefolyik baranyába, baranya ölébe, a teremtő anya ölbe. Ugye nem kell mondanom a Bibliát sem, meg az ős magyar legendákat sem. Erről beszél. Ez van leírva a területbe, ezek az adatok vannak a dokumentumokban, a legendákban megörökítve. Tehát a barbár nép nekünk, 21. századi embernek ezt az ajándékot hagyta itt. Tessék már végre elfogadni. Ez a miénk. Mi kaptuk. Ezt a földrendszert, ezt az átalakítást az őseink végrehajtották, és oda ajándékozták nekünk, anélkül, hogy egy kanyhaló vasat kértek volna, kitüntetést kértek volna, és nem találok névföliratot egyetlen barlangba se, hogy én építettem. 100 000 évekre előre tudtak úgy gondolkodni szeretettel nekünk, hogy megkaptuk tőlük az élet zálogát, az élet lehetőségét, az energiát. Leírták, hogy a pán mit jelent urupán, megadták a kulcsokat, itt vagyunk, és kifizetjük egy németnek azt, ami a miénk. Megkérdeztem Merkel kisasszonyt, hogy meddig megy ez még. Azt válaszolta, hogy a, nem szó szerint ő, hanem a Bundesjustó valaki, hogy magyar belügy nem kívánnak beavatkozni, különben is az ő német rendszerük, mivel tartományi az igazságszolgáltatásuk, nem alkalmas arra, hogy ezzel a magyar belüggyel foglalkozzanak. Köszönöm szépen, én meg úgy gondolom, a magyar nép meg nem alkalmas arra, hogy a Raiffeisen hiteleket visszafizesse, hiszen ők tartoznak nekünk 40 millió birodalmi márkával, még a háború óta. Tehát mi eljutottunk odáig, hogy a két háború között az országunk adott 40 millió birodalmi márkát, meg az Isten tudja mennyi uszányi anyagot a háború előkészületekhez, és ők ezt nem fizetik ki. De ugyanakkor a német végrehajtja itt Magyarországon az ő általa kiadott hitelt, úgy, hogy közben az a legatyásodott magyar, akit az energiaszolgáltatók kifosztanak, és emiatt nem tud egyről kettőre jutni, a saját tulajdonát osztogatja németnek és olasznak. Én nem szavaztam erre az Európa Parlamenti tagságra, akkor ugyan ezzel még nem voltam tisztában, de éreztem, hogy én nekem ez semmi közöm. Az én magyarságom itt van, mindenem, ami ezen a területen van, ez az enyém. Annak a méretéről, a 166 millió köbméter vízből keletkezett gázról csak annyit, azt jelenti, hogy minden magyar ember, apám, anyám meghalt, most már nehéz lesz helyrehozni a dolgukat, minden magyar embernek körülbelül 7-800 ezer forint havi apanást kell kapnia. A földgáz vezetékek úgy vannak megépítve itt a talaj, itt jön föl egy cső, és látjuk az órán, hogy a gáz erre felé áramlik. Ezt egy ukrán építette, az alsót, ezt a szakaszt egy román, ezt egy kínai, ezt egy hottentotta. Ki a fene tudná, hogy a gázvezeték az így működik? Hát na már, hogy erre felé áramlik.
Hát persze, úgy hívják hőtágulási kurfli. A hővezetékeken lehet látni ahhoz. Van benne egy kurfli, és már is látjuk, hogy merre felé megy a gáz. Onnan erre felé nem jön gáz, nincs rá ok. Volt egy ukrán probléma a Móri bankrablás környékén, az eseményeket szedjük már össze egy kicsit, jó? Az ÖMV meg akarja vásárolni a MOL részvényeket, 11,8-on áll, amikor megkérdezzük az Európa Parlamentet, etikai bizottságot, hogy helyén való-e, hogy beleszólnak egy ilyen nemzeti ágazatba, mint az energia, illetve a földgáz termelés. 11,8-on van az ÖMV. Az Erste Bank nevű, ugye az az osztrák bank, nem is tudom, hogy kell írni. Erste? Erste. 6,3%-on van az osztrák bankkal együtt. Ez 18,1%, amikor Móron történik egy kis baleset, például nem a pontosan homlokon lőtt magyar emberekről beszélek, milliméter pontosan, egyetlen pluszlövés nem volt. Tehát ezt egy olyan profi ember követte el, nem a veszprémi postás rabló, akitől megkérdezték, ugye, hogy mit csinálták kisfiam, és bánatában azonnal felakasztotta magát. Tehát ez az ember nem az az ember, az biztos, ez nem passzol, ez nincs kriminálpszichológus, aki ezt aláírná. Tehát 18 környékén van az osztrák a MOL megvásárlásában, amikor az Erste Bank Móron eltűnik. A Móri akció nyomán viszont nem tűnik el a pénz a bankból. Tehát egy vérprofi ember bemegy, tiktut leszedi mindenkit, akit leszedett, és a pénzre nem is odafigyelve elmegy. Tehát még ha az lenne is, nem érthető, miért hagyta ott a pénzt. Tehát eltűnik a két dolog egyik a másik után, majd kiderül, hogy az orosz bezárta a gázvezetéket ukrajnai tartozás miatt. Tehát Oroszországból urus ország, uru tudja, ha gázról van szó, érkezik a gáz, de Magyarországot nem lepi meg a dolog. Miért nem? Kiszolgáljuk Szlovákiát, a volt jugoszláv tagállamokat. Állítólag barátunk kiállt a tévénnyilvánosság elé, és azt mondta, hogy kisegítettük Szerbiát. Na most akkor nekem egy szerb feleségem volt, akinek a szomszédságában lakik a pásztor Ferencnek a fia, aki a parlamentben az emberjogi bizottságnak valamilyen államtitkári minőség, azonnal megkérdeztük, hogy tényleg ti elfogadtatok Magyarországtól ajándékot, nagy büszke szerbek. Azt mondta, hogy ha nagyon akarod, még a számlaszámot is megadom, amivel kifizettük. Tehát valahonnan érdekes módon keletkezett egy kis gáz, amit el lehetett akkor adni úgy, hogy Nyugat-Európa nem állt le a villannyal, nem állt le a gázzal, a hőszolgáltatással, Szerbia-Szlovákia rendben volt, Magyarország ipara, fűtése, minden nem működött. Honnan volt nekünk ennyi gázunk? Ugyanis Ukrajnán keresztül nem jött be, mert az ukrán vonalat lezárták. Kisasszonyunk, miután a nagy hacacáré megvolt a vörös és folyik, szokásos vörös és folyik, akkor információ tűnik el, bibliai korokra visszamenőleg tudjuk. Tehát kisasszony bejelentette, hogy mostantól fele annyi gázt kér az orosztól, és az orosz ettől meg is nyitotta a csapot. Mínusz 37 volt Ukrajnában. Tehát ha egy országban fele akkora gázzal működik egy ipar, lakossági szolgáltatás, stb., akkor hova ment előtte az a duplája? Már megint egy olyan hülyítés, mint az elején. Tehát ez nem igaz. Nem arról szól, hogy onnan jött, innen ment. Végig innen megy a gáz. Utána megnyitják a gázcsapokat, és minden rendben van. A zsanai gázmező érdekes módon megint tele van. Miért van tele? A barátságkőolajvezetéken összesen nem tudna annyi átjönni. Ha padlógázon nyomják, és beizzik a vezeték, akkor se. Tehát egyszerű. Azért, mert itt a Föld termeli ezt az energiát. Ebből az előbb rajzolt barbár technikából mi magunk állítjuk elő, és nehogy véletlen valami kedves barátunknak a szomszédba zavarja az órát a gázszag, ezért mi itt helyben ebből a gázból villamos áramot is állítunk elő. Ezt a villamos áramot bárki megnézheti a vezetéket, merre megy, úgyis ha reggelig nézi, se látja, hogy erre megy, vagy arra megy az áram. Ezt az áramot innen mi kiküldjük a németeknek, ők pedig kifizettetik velünk. Négyszeres áram, 15 forintba kerül 1 kilowattóra. Mi itt magunknak fizetünk 50-valahány forintot. Kifizetjük az ötszörösét, és utána elmegy innen. A német energia cég
nevében, aki fölírta a magyarországi rendszerre, hogy E.ON Hungária. Ez egy német cég. Rá kell menni az internetre, meg kell nézni az E.ON honlapját. E.ON Energia a német cégnek a neve. Ennek egy alvállalkozása az E.ON Hungária. Magyarországon a postán pattan a pénz, és aztán innen úgy eltűnik, hogy az életben semmiféle magyar költségvetés büdzsé nem is látja, fogalma nincs róla senkinek, hogy hova megy. A gázról ugyanez a helyzet. Fönt van a YouTube-on egy filmem, az a címe, hogy Tigáz kontra esküdcék. Létrehoztam az esküdcéki bíróságot, azért, mert ugye a mai bíróság az nem akar normálisan működni, hát akkor majd mi csinálunk egy erkölcsi alapon működő társaságot, hívjuk már magunkat bíróságnak, jogunkban áll. Fogtam egy ugyanilyen kamerát, mint az öné, és bementem a szolnoki Tigáznak a óra ellenőrző, mit tudom én, milyen titkos belső helyiségébe, és ugyan az őr egy kicsit kekeckedett, de aztán hamar átverekedtük magunkat, felvétel fönt van, ahogy hívjákon, és ezt kiraktuk, mint a Tigáz kontra esküdcék film. Úgy, hogy 1992-ben leállították a vájár képzést. Tehát tudták, hogy mára Európába, Ázsiába, Kína kivételével be fogják dugózni az összes szénbányát. Én a Mányi 2-es ütem mellett lakom, ez a felszín, ez 250 méter mély, és ezek a tárnák itt húzóckodnak össze-vissza. Innen szedték ki. Ebben a 250 méteres lejáróban 50 méter betondugót nyomtak bele, egy hétig hordták a mixerek. Kérdezem, mi indokol egy bánya bezárásnál 50 méter magas betondugót, 41-nehány méter egy 10 emeletes toronyház? Tehát ha én be akarok zárni egy bányát, és nincsen más elgondolás, akkor fogom egy lakatot ráteszek, és ráírom, hogy zárva és kész, nem? Viszont ha 50 méteres betondugót öntök bele, akkor valószínű, hogy a nyomást akarom ott bent tartani. Milyen nyomást is? A szénnek az alsó-belső nyomását. Az előbb fölrajzoltam már egy dolinát. Ez a vonal, amit itt az előbb mutattam, dolinánál megy ki Magyarország. A mai magyar terület, a dolina. De egyébként, ha megnézzük Bulgáriában, Afganisztánban, számtalan hely van, aminek a neve tartalmazza a dolina szót. Vagy dolin, dolina, attól függ, milyen ragozás van. Na most. Hogyha ezeken a területeken körbenézünk, mindenhol itt van az a dolina, ami benyeli a vizet, és ráengedi az itt lévő szenekre, amelyek ezekben a bányákban, mint az utolsó hírekből hallhattuk, hatalmas mennyiségű szenet tartalmaznak még mai napig. Ha jól tudom, Magyarországra azt írták 250 évig, vagy most a 250 miatt ugrik be, de azt hiszem 250 vagy 280 évig elegendő szénmennyiség van, úgyhogy ha csak a szenet fogyasztjuk. Tehát abból működik az ország. Tehát ez a mennyiség rendelkezésünkre áll, vízünk van, bőven két akkora folyónk van, amekkorára tudunk, amekkora Európában nincs ekkora területre, plusz van egy harmadik, amiről ugye szépen halkan, megegyezéses alapon nem tud senki, de az 20-szorosa a Dunának. Régi neve Ister. Na most, hogyha ez a rendszer így működik, 92-ben lezárták a vájár képzést, akkor ez arról szól, hogy ez egy nagyon-nagyon előre megfontolt olyan nemzetrablás, amire mi szépen bólogatunk és fogjuk a sárga csekkeket, és minden áldott hó elején ezt a fajta rablást kiszolgálva véghez visszük azt, ami a saját halálunkat jelenti. De hogy a gyerekeink és az unokáink halála, az biztos. Ugyanis ez a pénzszivattyú, ami az energia rendszeren keresztül megy ki, illetve ez a pénzszivattyú, ahogy működik, ez az előbb említett hitel trükkökhöz képest ezerszeres. Hatalmas összegekről van szó, és ez az összeg soha nem jelenik meg a magyar gazdaságban. Tehát nincs visszaútja a történetnek. Ha rámegyünk interneten a mai gazdasági helyzeten, meg kell nézni, Németországgal állunk jóformán egyes-egyedül érdemi kapcsolatban, vannak ilyen-olyan szerződéseink, de az az ország viszi el ezt az energiapénzt, amelyik országot én úgy tudom ide-be soha nem engedtem. Az energiába nem. Én Bicske Észak-Dunántúli áramszolgáltatóval kötöttem szerződést 2002. októberében. Szabad magyar állampolgár szerződik. A szerződés, mint tudjuk, két fél közös akarata, ugye, melyet szóban vagy írásban rögzítenek. Én ebből az akaratomból az Észak-Dunántúli áramszolgáltatóval szerződtem.
Majd történt ez az érdekes dolgok, és egyszer csak kiderült, hogy én az E.ON Hungária német céggel volnék szerződésbe. Én közöltem, hogy gyerekek, én veletek nem vagyok szerződésbe, úgyhogy azt megnéztem a telekönyvit, az az oszlop, ami az én telkemen van, az nem a ti oszlopotok, az az én oszlopom, az az áram, ami nálatok most itt befizet, az nem a ti áram, az az én áramom. Az a közmű, amivel ma Magyarországon a szolgáltatást végzitek, az nem a tietek, az az enyém. Én a szocializmusban megépítettem, apámmal, anyám 12 évig dolgoztam annak az előző rendszernek, tehát jogos, hogy ez az én tulajdonom. Na most felszólítottam őket, ők nem is méltattak válaszra, sőt, küldtek egy hamis csekket, kettőt, bocsánat, 4000 valamennyiről, kettőbe leosztva, mert ugye az olyan könnyű, hogy átsutjan. Igen, ám, de 10 millióan vagyunk, 4000-szer 10 millió. Ne. És ezt ráadásul megismétlik olyan 2-3 évenként. Gázzal ugyanígy. És akkor mondom, én olyan ember vagyok, aki ezt úgy nem nyeli be. Bementem a tatabányai céghöz, és megkérdeztem, hogy hogy van. Közölték, hogyha nem fizetem be, hozzáteszik a számlához. Mondom, hát akkor azt se fizetem be. Akkor kikapcsolják, akkor kivágom. Nem lehet, de lehet, hogy ne lehetne. Fogtam a láncszűrészt, kidöntöttem az oszlopot. 52 autó jött ki, értem, megbilincseltek lábbil. Én hívtam ki a rendőröket, hogy vigyázzanak, hogyha kidül az oszlop, nehogy baleset legyen. Lábbilincsel összehúztak, és elvittek a saját telkemről a saját oszlopom kivágásáért. Meg se kérdezték, hogy mit keres ott a német, illetve miért döntöttem én ki az oszlopot. Ez több mint egy éve volt, jócskán több. Ma ott tartunk, hogy mivel az ügyészséget én felszólítottam, közüzem rongálásért folyik ellenem eljárás, hogy tegyük rendbe a peranyagát, ugyanis az én telkemen nincsen bejegyzett közüzem. Azóta az ombudsman vizsgálja az ügyet, én vagyok az ombudsmani vizsgálat 6. kiemelt szereplője, a Mányi eset. És az ombudsman leírja, hogy milyen törvénytelenségek történnek az én esetemben is. Tehát milyen szerződés szegés az, hogy az én szerződési akaratomat átruházza a szerződő partner valakinek. Hát vegyük már észre, hogy miről szól. Tehát én nagyon szeretnék táncolni, mit tudom én, akárkivel, Gina Lollobrigidával. Ugyanannyira önnel, ne haragudjon, de nem akarok táncolni. Most a Gina Lollobrigida hogyan adja át ezt az én akaratomat önnek? Érthető a logika? És menjünk fordítva. Tehát bárhonnan, ez nem értelmes dolog, hogy egy akaratot átruházhat valaki. Ha végrehajtásra kerül a dolog, a végrehajtást igen, azt értem. Na de a szerződési akaratomat hogy a francba ruházza át valaki? Majd azt én eldöntöm, hogy akarok-e valakivel szerződni, vagy sem. Tehát ennek a történetnek ilyen társadalmi mélységig menő súlya, nagyon-nagyon kemény súlya van, ugyanis ez itt nem áll meg logikailag, mert menjünk bele, van egy ilyen rendszerünk, amiről nem tudunk, van egy Dunánk, amiről nem tudunk, van egy áramtermelő rendszerünk, amiről igazából nem vagyunk tájékoztatva, van egy közigazgatási rendszerünk, aki ellenünk dolgozik, és akkor most megkérdezem, hogy mi az, ami ebben én vagyok. Én magyar állampolgár, tulajdonosa, adófizetője ennek az országnak, gyakorlatilag az ég egy adta világon semmihez semmi közöm. Így van? És ezzel az anyaggal, ami itt alattunk van, tehát ezzel a beépített energiatermelő rendszerrel együtt, nagyon erős a késztetés bennem, hogy föltegyem a kérdést, hogy ebben az esetben, ha szellemi termék, és mindenhol a világon magyar alapú a tudásnak a rögzített, a nyelvbe rögzített szavai, akkor nem talán az egész világ földgázkészletének a tulajdonosa vagyok? De mindenképpen érdemes volna velem tárgyalni, hiszen van egy szavunk, a figyel. Az előbb már rajzoltam a dupla keresztet a gyel szónak, gyenes, gyenes, diás, itt van kezdőhely alatt. Tehát az a fiú, aki a gyelen van, mert figyelnie kell, figyel, hogy bár hol tör föl, ugye? Bárhol. Ma ott tartunk, hogy ez a gáz, amiről ma nem tudunk, nem tehetünk sem érte, sem ellene, jelenleg Ukrajnában már elárasztott egy falut. Zemplénbe 3 héttel ezelőtt volt nagyon komoly kilakoltatási probléma, mert elárasztott egy falut. Úgy, ahogy a japán földrengést megmondtam, ennek a gáznak, a széndioxidnak a föltörését is megjósoltam. Én március végére tettem, nem tudtam, hogy ilyen korán fog olvadni a hó. Erdélyből jövök, Székelyudvarhely fölött ekkora hó van most. Ha az leolvad, az az összes víz a Dol-Inákon keresztül megy Mágiába, Magia. Tehát az Ia azért Pannonia Magia, mert a Magia népe azért a Mag
árasztásával foglalkozó nép, mert a mágia árasztása tudásával bírunk. Tehát a magyar szónak ez az igazi alapja. Amikor ezt az árasztást mi elveszítettük, erre való figyelési jogunkat, onnantól az alsó árkok elveszítették a karbantartásukat, tehát nincsenek továbbiakban gondozva. Ez annyira súlyos, most a keresztény vallással kapcsolatban lehet, hogy egy-két sértő dolgot fogok mondani, de érdemes végig gondolni, hogyha azokban az árkokban, amelyekben mozog és áramlik ez a gáz, ezt az országot tartjuk fönn, akkor ez egy olyan ország, amelyben a mag dolinákon keresztül kapja a vizet. Tehát az árkok ennyire súlyosak a történelemben, és nem csak a magyarban. Amikor a gyermek, akiről szól a legenda tovább, nevet keres, akkor egy olyan történetet kell elmondjak, ami egy picit talán furcsán hangzik, de hogyha az előbb a hegyeknek a vonalba rendezését elfogadtuk, akkor ez is könnyen fog menni. Ezek a hegyek, mint mondtam, nem csak fölülnézetből vannak vonalba, hanem egymáshoz képest a magasságuk is nagyon minimálisan tér el. Van egy történelmi leletünk, illetve hát minden ősmagyar sírba megtalálható a tarsoly, tarsolytáska, tarsolylemez, a puzdracső és a dob, az íróvessző, a kicsi túró darabok a tarsolyban reszelő. Elég érdekes együttes, egy olyan általában vadászattal meg barbárkodással foglalkozó nép tekintetében, amelyik a sztyeppéken lovagol. Nincs az a vadász ember, aki egy fénylő ezüst tarsolyt fölakasztana, ha vadászni megy. Azt aztán, mivel ráadásul domború, a világ túlsó felére ki lehet szúrni, mert megcsillan rajta nap. Tehát akkor ennek más a funkciója, mert ott van rajtuk, mutatják az iniciálék és minden, tehát nálunk van, állandóan hordjuk, visszük magunkkal. Domború kívülről, nem a maiakról beszélek, hanem a Néprajzi Múzeumban találhatókról, aminek viszont velejárója, hogy homorú belülről. Egy homorú, a tükör mai napig ezüstből van. Minden, a leggazdagabb emberé is ezüst, a tarsolylemez. Azért, mert a tükör hatása nagyon fontos. Van egy szavunk, azt mondjuk levelezünk. Miről beszélünk? Kisdénes nyomán, mit csinálunk, ha fázunk? Szabad a válasz, habzik a számos, ma beszélni. Igen, megyünk fáért, meggyújtjuk, mert igen, a levelezésnél pedig levelezünk, mert ezzel üzenünk egymásnak. Használd a hálót, a hálózatot, mondja az angol, use net, üzenet, 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 ugyanabban a fogalom bokorban nagyon hasonló. Tehát megnéztem, leellenőriztem ezeket a hegyeket, mindet, megvan, hogy hol van a hamuzója, Erdélyben még hamuzóhegy, villantóhegy, világító, tündérszem, rengeteg nevük van ezeknek a helyneveknek, ahol a következőkre utaló bizonyítékok vannak. A puzdracső, azt mondják, a Radnai Havasok hegye a Puzdra hegy. Erdély, nem kell messzire menni. Elég érdekes a név, nem megyek bele, napozásról szól, tehát arról szól, hogy bele kell a napot világítani a csőbe. Egy cső attól cső, hogy a két vége lukas. Itt ez is egy luk, másik oldalán is egy luk. Itt is van egy doboz, egy ilyen tető, mint egy ilyen térképtartó, meg a másikon is. Ezen az egyik vége mindig van egy pici luk. Azt mondja a mai Tudományos Akadémia glacfickója, hogy azért van, mert ott dugják föl a vesszőt, hogy a toll ne sérüljön. Tehát ha földugják a vesszőt ugye bele, akkor a vashegy fölfelé áll. Mi lóhátról lövünk menet közben, és ügyesek vagyunk, tehát ha oldalt van, ha hátul van, ezért belenyúlunk a hegyek közé. Ugye mondjuk egy vashegybe már azért érdekes lenne azon a pici lukon, ha fölmegy, tudjuk jól, azért ezek mérgezett nyilak voltak, nem nagyon kockáztattunk, de legyen egy kifaragott hegyes fabot, akkor is belenyúlunk egy ilyen csőbe, ahol kiválasztjuk lovaglás közben a hegyeket, aztán előhúzzuk a nyílvesszőt, és a lóháton ugye levett íjba beletesszük. Hogyan is? A kezemben van a hegye. Hogy teszem bele az íjba?
Igaz? Akkora baromság, hogy ihaj. És mái napig ezt propagálják, de olyan emberek, akik külön lovagolnak, meg külön íjászkodnak, de a kettőt együtt még nem próbálták. Azok, akik lóhátról lőnek, azok eleve köszönöm szépen, eleve bekészítik a kezükbe a vesszőket, és nem a tegezből, illetve nem a puzdra csőből lőnek. Nem abban van a vesző. A vesző az a tegezbe van. Állítólag a puzdrából alakult ki a tegez. Tehát ha a fahordóból képződik olyan szó, hogy híri, akkor elhiszem. De az, hogy puzdra, abból hogyan lett tegez, el nem tudom képzelni. Ez megint egy absztrakt dolog. Viszont, hogyha az előbb bemutatott nyíló vesszőre fölteszem a puzdra csövet, és beállítom úgy, hogy a szomszéd hegyre, mindenki ugye időben ott van, egy üzenőrendszert működtetek vele, akkor itt meggyújtom a levelet, az égő levélnek a fényét a tarsoly lemezzel, az ide beérkezett fény fókuszba gyűjtöm, és a szomszéd hegyre irányítom. Igen ám, de a levél fénye, a tűz fénye, akkor látszik jól, ha sötét van. Tehát, hogy a fenébe állítom én ezt be éjszaka? Amikor esetleg úgy van, hogy ez a hegy egy kicsit lejjebb van, ez meg följebb van, akkor a sötétben ez árnyékolja, én ezt nem is láthatom, hogy itt ki van. Tehát, hogyha az előző hegyről megérkezik a fény, a jelzőfény, a tűzfénye, akkor ezen a lukon kinézve vagy benézve ebbe a szabad részébe beleteszek egy körosztót. A körosztó mellett elnézve, tehát a fókuszpontjában már olyan tökéletesen be tudom állítani a nappal beállított, egyszer régen beállított csövet, hogy most a fényhez képes hajszál pontosan erre a kicsiny kehelyre fog mutatni. Tehát a kicsiny kehely az élet záló. Mert ha nem azon a kicsinke helyen van valaki, akkor nem kapja meg az üzenetet. Abban az időben ez egy elég fontos dolog. Na most, a körosztóhoz értő embert hívják körosztósnak, mondjuk olyan régiesen, amikor csak a másra hangzókat pattogtatták, tehát ő a köröztös. Azok a területek, amelyek ezekkel a hegyekkel össze vannak kötve, minden esetben a vízpartján vannak, és minden esetben a szénnel függnek össze. Tehát, ahol a világot megkerülő lejrendszer működik, azokat a hegyeket, amelyeket ma peremeseknek, piramisoknak mondanak, ezeket a hegyeket úgy raktuk egymás mögé, hogy az üzenő rendszer funkciójának is megfeleljenek. Ezt a rendszert Kálváriának hívják, ugyanis minden ilyen vonal Kálos megyére fut be. Mert Kál várja. Kál annyira várja, hogy a pajzsra emelése sem megy le, mert ő neki dolga van. Otthon. Furcsa, nem? 8-7 vezér lent ópusztaszeren beszélget, és a legkeményebb, tehát az akkori informatikai miniszter nem megy el egy ilyen megbeszélésre. Miért is nem? Azért, mert ők irányítják a Kálon keresztül a világ informatikai hálózatát. Ez a rendszer olyan gyors, úgy működik, ha ma valaki a laptopját be akarná dugni, kötni, beszállni az internetre, én oda-vissza lebonyolítok Kijevbe egy információs rendszert, ha ez be van állva. Nagyon gyors. Ugyanis én az információ érkezésével szemben állok, a leadott jel pedig hátrafelé történik, mert az már be van állítva. Ahogy mondom, ahogy érkezik, úgy adom le én is a jelet. Ugyanis egy Morzé szisztéma szerint ide érkezik a takarás, és már is a kimenő jel, miután ezt levettem, mert a beállításhoz kell, a kimenő jel a szomszéd 4, 9, 19 és 90 km távolságban lévő hegyen fogható azonnal, illetve hát a fénysebességével. Az én kezem gyorsasága és a fénysebessége. Nagyon gyors, rettentes gyors. 1700-ban még használták. Akkor már a hatalom kezébe volt. A magyar történelem fut a Magyar TV 1-en most. És abban van az, amikor Győrvárát visszafoglalják, és hamarabb érkezik ki Prágába a hír, mint a világ leggyorsabb futára. Emlékeznek a jelenetre a tévében? Kétszer is megismételték, hogy nagyon higgyük el. A sarlóra, a török jelre és egyebekre próbálják maszatolni, de igazából nyilvánvaló, hogy erről szól. És hogyha Győrt meg Prágát összekötjük 19 ponton keresztül, ki tudom vinni ma is. Tehát 19 ponttal megoldható, 600 kilométer.
Térjünk vissza, ahonnan elkanyarodtunk. Tehát ezek a Kálvária hegyek, azokon a pontokon, ahol két kálvonal találkozik, ott osztó hely jön létre, Kálosztó. Kalosztor, igen, a kolostornak a neve. Ugyanis a kolostorokban fordítják át az információt, illetve irányítják megfelelő helyre. Tehát ez egy ilyen, mint a régebben, nem is olyan régen voltak ezek a dugós telefonok. Tehát az, ami innen érkezik, de a címzet nem ezen a vonalon van, már fordítják a csövet és megy tovább. Mondtam, hoztam tizenvalahány filmet, illetve DVD-t. Az egyiken a Fal mögött című filmemen mutatom az esztergomi bazilikának a lábát. Úgy néz ki, hogy ahol a Duna felé áll a bazilikának a pereme, a bástyája, ott így van a bástya, ilyen idióta összevisszaságban, és van kettő nyúlvány, ami kilóg a bástya alatt. Semmiféle funkciója nincsen. Csak hogy a kamerát így megdöntöm, és elnézek arra a Szlovákia felé, itt van egy érdekes hegycsúcs, aminek a tetején itt van mai napig is egy ilyen átjátszó lokátor. Ezekre a hegyekre szokták föltenni, mert ezek mindig jó fönt vannak, és onnan lehet a tévé vagy a mobiltelefon adást rakni. Ez, ami erre felé nyúlik, itt nagyon közel egy hegycsúcsra megy föl, ott megvan a pont, én megtaláltam, de igazából nincs ott semmi, tehát egy kőlap van, ami akár véletlenül is lehetne ott, tehát nem érdemes belemenni, viszont ennek a vonalnak, amit itt rajzoltam, a Sínai hegy és a Kolontárt is összekötő vonalnak a kezdőpontja Esztergomban. Milliméter pontos, hangsúlyozom, tehát nem arról szól, hogy úgy nagyjából arra van, ez hajszál pontos. Tehát azokon a helyeken, itt a Budai Várnál is vannak ilyen nyúlványok, ahol megérte állandó helyet kiépíteni, mert ezek ilyen város helyek, mert itt várnak üzeneteket. Ahol csak egy fallal körbeveszik a települést, azon egy falu. Ahol város hely van, ott a várakozó emberek kialakítanak maguknak megfelelő épületet, stb. És ebből lesz a város hely, a város fogalma. Ezeken a helyeken, ahol ezek a bástya nyúlványok megvannak, a legtöbb esetben nagyon-nagyon régi település nyomokat is találunk, nem csak a mai Esztergom, hanem a környékén. Találtam egy térképet, úgy van írva, hogy Strigunium. Ez az osztrák időkből Esztergom neve, csak hogy Strigu, nem lium, hanem la, strigula, vonalkák. Így hívják Esztergomot még az osztrák-magyar monarchia idejében. Azok az osztrák térképészek, akik ezt a vonalrendszert ismerik. Mi, magyarok, akkor már nem tudunk róla. Azok a Kálon elhelyezett egyéb kálváriák, ahol a kálos üzeneteket várják, ezek a kálváriákon található feszületek, keresztek, minden esetben a felső kicsi szárukkal ezeket a hegyeket mutatják. Az útszélén található feszületek ugyanígy. Tehát ezek a felső szárak, a mérvadók. Ezeknek a feszületeknek a mai legfontosabb helyeken, tehát most én mondom, nekem legfontosabb, mert ez a szívem csücske, tehát Ozora, Szák, esztergomi alsó rész, a Tatai Kálvária, ezeknek a feszületeknek a környékén minden esetben a svábokkal együtt betelepített fenyőfák vannak, és igyekeznek nagyon ügyesen vagy egyik, vagy másik, vagy mindkettő irányba takarni a vonalat. Tehát, hogy nehogy véletlenül lássuk. Ezen a területen, itt, ahol a Bakonybéli Holományhegy mellett található Nagy Holományhegyet rajzolja a térkép, oda van írva, nem látogatható. Ha megnézzük a magasságjelző pontokat, az az a hegy, ahonnan ha balra elnézünk, látjuk Esztergomot, jobbra elnézünk, látjuk a Balatont. Tehát nagyon fontos, hogy azért annyira ne legyen már nyilvánvaló, és azt nem lehetett befenyőfásítani, mert a legmagasabb hegy. Veszprém mellett van Csatár nevű hegy. Kezdjük innen. Tárcsa, kis tarcsa, ugye? Tárcsa, tarcsa, tárcsázó helyek. Ezek mind ugyanazok.
Ezek a hegyek, amiket rajzoltam, az előző rajzon, amelyek össze vannak kötve, pedig számtalan esetben dörgő, dübörgő, morgó helyek, illetve olyan a gázfejlesztésre vagy a következményére utaló nevekkel bírnak, amelyek pontosan rávilágítanak arra, hogy milyen célból vannak ott. Van bog, mutattam az előbb Balaton boglár, van nekünk egy ajkunk, ami egy boggal van összefüggésben, bod aj. Tehát a bogozás azon a területen megvan, az ajkak minden esetben a két tartályt választják ketté, tehát mint a szájunk ajk, ugyanúgy egy hatalmas medencét egy másik medencétől. Miért választják el? Azért, mert egyik esetben a víz benyelésével foglalkozunk, a másikban a kinyerésével. Tehát ezek az ajkak és a jelző rendszerek összefüggnek. Menjünk egy kicsit vissza a legelejére, az Úrral kezdtük. A legnagyobb tudásunk, amelyik legelő van, ez az Úr. Ugye az Úból lesz a kuruzsló, urus, a lú, egyszer csak ó, a kuruzslóból is az uru óvá válik. Tehát az ú idővel ó lett a magyar nyelvbe, illetve is a pur és hamu vagy mu, por és hamu. Tehát akkor maradjunk az ú betű és ó betű összefüggéseknél. És kiderül, hogy az uru, az óra nagyon-nagyon kimagasló helyen van, nagyon fontos szerepet játszik az úr, a tudás szó abban a nyelvben, amelyik valójában a tudást rögzítette. Geolingvisztikával kezdtünk, végig erről beszélek, de ez a tudás, amely a Geáról szól, minden esetben Uruk városáról, az Urus ország, Oroszországról, vagy Urus lájról, ma oroszlánnak mondjuk, a lájvonalnak az ismerő, nem oroszlánról szól, hanem a Majki remeteség tetejének, a templom harangja mellett ellőhető lézeregyenesről szól. Ebből alakul ki oroszlán neve. De igazából a Majki templom az, ami névadója oroszlánnak. Tehát, hogyha az urus rendszert így elfogadjuk, akkor most menjünk bele kicsit az elejébe a történetnek, hogyha azt mondom, hogy mi Urunk Istenünk Mária Magdolna szülte Krisztust, aki a barbárbirőre, stb. Tehát arról szól, hogy uru, mi urunk, a mi tudásunk, Iszter, amit az előbb mutattam, a Dunának a neve, szüli, Mária, Ária országban vagyunk, tehát az alattunk lévő talajban olyan lukakat építettünk, amelyek a Duna vizét, de az összes csapadék és kisebb patakvizet a megfelelő helyre szállították, azokra a szénmedencékre, azokra a széntelérekre, amelyek ezáltal aktivizálódtak, és fönt, mint gáz tudnak továbbiakban a biológiai létben részt venni. Tehát Mária és a Magdolina így lesz érvényes. Mivel ezeket figyelni kell és szabályozni, ezért a Krisztus, a körosztós rendszer, a kör, a puzdracsőben látható kör osztásával kapja meg a köröztös nevet, Krisztus nevet. Utána a barbárságra utaló nevekkel, ha végigmegyünk, eljuthatunk egészen a lucérnáig, vagy bármely olyan mezőgazdasági tevékenységi kör, kerítés, kertészkedés és a kőből, a kemény kőből épített kemencek, keménke és a kéménynek a nevéig, amely megmagyarázza azokat az alapszavakat, amelyeket ennek a kiépítése kapcsán kénytelenek vagyunk megérteni. Tehát egyszer ugye végigmentünk a bottal, végigmentünk a szénnel, az energiával és mindennel annak érdekében, hogy az alapokat megértsük, hogy is volt olyan bátor egy nép, hogy átépíti a földet, használja az energiát, amely ugye a napból érkezik és isteni minőség, stb. Tehát kik ezek a bátor gyerekek itt a földön? Akkor nézzük meg, hogy építik meg az árkokat. Mi is az árok? Azt hisszük, mivel ma megszoktuk, hogy az út mellett van az árok, hogy az elsődleges funkció az út, másodlagos az árok. Nem igaz, fordítva van. Az árok a fontos, az út azért van, hogy tudjuk ellenőrizni az árkot. Ugyanis az Ária népe vagyunk, ami azt jelenti, hogy az árokban folyó vizek adják a létünknek az alapját. Tehát innen jön Mária neve, mint a szülőanyák. Ennek a történetnek, az árkoknak az igazgatása eredményeként jutunk el odáig, hogy az az ár, amelyik a Kálon történt eseményeket megmagyarázza, vissza kell, hogy tereljen bennünket a kőöntés, illetve az árok építésének a tudásához. Akinek még nem volt a kezébe, legyen szíves, hagyja körbe, jó?
Ezt én túróból építettem, és úgy néz ki, meg az összes többi, ami itt van, ez mind túró alapú olyan szobor, egy kicsit nehéz, de talán megérjük, majd mi úgyis szomszéd. Tehát a löbetű mindig rengeteget jelent. Ha fából sokat egymás mellé rakunk, és így összekötjük őket, akkor kapunk egy fa nevű építményt, ez a löbetű mutatja, hogy rengeteg fa van összerakva. Ha túróból rengeteg kell valamihez, akkor az ugyanígy túró, és egy löbetűvel jelöljük, hogy rengeteg kell. Tehát a turul legenda az azért kerekedik, mert abban a rendszerben, amelyben nagyon fontos, hogy táblákba rögzítsük az információt, egy olyan technikát kellett kidolgoznunk, amelyik a kazein eljárás néven a világiparát mai napig szolgálja. Tehát a túrót latinul kazeinnek hívjuk, kettő rész túrót szétpasszírozunk, egy rész kálciumot, égetett tojáséjat vagy csontot rászórunk, és kész ez az anyag. Csak utána valami finom murvát, vagy valamit illik beledobálni, hogy ne maga a kazein kössön, mert az ilyen rugalmas dolog lesz. Tehát belekevertem a környék összes murváját, porát, és meg tudtam csinálni a sziklaöntést. Nem egy olyan nagy dolog, hogyha az alapot értjük. Amikor a pilist akarom önteni, akkor nyilván ilyen osztályzott sódert teszek bele, mert a pilisbe az van. Ha márványt akarok önteni, akkor pedig kagylókat vagy csigaházakat török össze nagyon apróra. Rettenetesen vigyázok a keverésnek az arányaira, tehát a minőségre. És egyszerűen azt a márvány felületet kapom, ami itt ugyan nem szép márványnak látszik, és buthánk vigyáz rá, de azért úgy mutatja, hogy egész komoly minőséget lehet összehozni. A körosztót meg a pásztabotot azért tettem ide, ha véletlen egyszer azt hiszik, hogy régi, hadd gondolkozzanak. Tehát ha a turúval létrehozható egy olyan cső, amit az előbb itt mindenki kezébe volt, tehát most képzeljük el ezt, egy hatalmas fadugót leteszek egy gödörbe, megöntjük ezt a túró masszát, amit az előbb mindenki foghatott, és utána ezt a fadugót, ahogy húzom, így ilyen pubba takarom, hát 10 év alatt innen Berlinig tudok csinálni egy olyan vezetéket, ami az ottani magasságokat figyelembe véve, itt ezen a ponton, a pilis tetején 20 bár nyomással okoz nekem vízmozgató, vagy a vízzel bármilyen lehetőséget biztosít arra a célra, amire én használni akarom. Ugyanis a Dunának az alsó folyása, mint tudjuk, jelen van, ő bír ezzel a nyomással, de beleömlik Baranyába, a felső folyás pedig Regensburgnál elfogy felére. Hova lesz onnan a Duna? Mert utána egy kis patakocska jön, ezekbe a barlangokba, ezekbe a lukakba belefolyik, és ebbe az árrendszerbe érkezik le ide Hun G áriába, Hungária. Tehát ez az ár szó ennyire fontos. Na, amikor ezt a fajta tudást megértettük, erről beszél Jézus a vallatása során, nem a Getsemániban, amikor mondja, hogy csöpnyi hitet, mustármagnyi hitetek lenne, hegyeket tudnátok megmozgatni. Ezzel a nyomással, ha az árkokat vigyázzuk, és a nyomás olyan vastag csőbe jön, hogy bírja, ezzel a vízzel valóban el lehet lökni egy hegyet. Hogyha egy olyan tartályt töltök föl, amelyik szintbe, ugye most egy mai világban is nehéz elképzelni, bár vannak szivattyúk, hogy egy pilis 400 méteres magasságban, egy jó kialakított teraszba beletöltök 10.000 köbméter vizet, amit egy mozdulattal, egy dugó kiütésével arra tudok használni, hogy a szomszéd hegyet rendesen arrább teszem 2 méterre, mikor az megindul. Lám csak Kolontáron megcsinálták, érdekes történet volt. Tehát meg tudtuk csinálni, az árok mai napig működnek. Rettenetes állapotban vannak, de ezek az árak lent vannak. Mai napig a vizet biztosítják. Ezt a vizet, amit nyomással jön föl, mert sokkal magasabb helyen ömlik be, mint a kiömlőpont, ezt az ár teszi. Ez az ártézi víz, ártészi, mondjuk. Az árvisúrák arról szólnak. Én vagyok az árasztó, az árkokkal gazdálkodó víz ura, tudója, árvisúra. Én vagyok az, aki tudja, ezt mondja az árvisúra.
mostantól itt mindnyájan árvis úrák, mert tudják, hogy miről szól az árasztásos víznek az ura. Mint ahogy a pászta ura is vagyunk, mert most már tudjuk, hogy mitől pásztáz a pászta, ettől pászta úr, és nem pásztor. Tehát a szavaknak, a képzésének a végén az úr nagyon-nagyon fontos szerepet játszik az árral együtt is. Tehát ha ezeket a szóépítményeket összerakjuk, akkor megkapjuk azt az életkörülményt, azt a minőséget, amit ezek a mi őseink itt műveltek szerte Eurázsiába, kezdőhelytől kiindulva keletre és nyugatra, illetve hát Amerikán keresztül hát az egész földön. Ennek a minőségnek vagy a mennyiségnek a tükrével vagy a megvilágítására van ez a bár nevű szó, amin indultunk. Ha bár módra tör fel a gáz, akkor bármuda háromszögbe, ettől süllyed el a hajó, ugyanis egy hajó alatt, hogyha budjan egyet a buborék, nincs felhajtó erő, beleesik, 3 másodperc múlva betakarja az óceán, nincs ideje jelzéssel leadni. Tehát a bármuda ezt jelenti, ettől bermuda három, ettől a legendák ebből adódnak. Ha a mi kultúránk a helyén marad, és mindenki tudja, hogy bermuda, mitől bermuda, akkor nincs az a rengeteg halott, nincs az az eltűnt rengeteg hajó. A repülők ugyanettől a gáztól. Puty, bekapják a szénhidrogént, és vagy fölrobbannak, vagy túlpörögnek, és belecsapódnak az óceánba. Tehát a bármuda is erre a történetre utal. Na most, hogyha a barbár népek ezt a fajta kultúrát létrehozzák akkor, amiről abban az időben, amiről nincs följegyzés, vagy eltüntették a följegyzéseket, és mára idáig jutottunk, hogy egyszerűen a saját kultúrkincsünkről, vagyonunkról halvány fogalmunk sincs, akkor talán az egyetlen dolog, amit tehetünk, hogyha megmutatjuk a világ. Az viszont nagyon szomorú tény, hogy a világot ez mintha nem nagyon érdekelné, mert beül a világ a tévé elé, és ő neki ott jó. Viszont lehet, hogy a hiúságára építve, ezen, ha a fény felé okosan tartja valaki, akkor látszik a rovásírásos felirat, de igazán nem jól működik, úgyhogy lerajzolom én ide. Fontos a hátulja is. Az a C betű, az mutatja történet lényegét. Arra a pecsétszerű, általam kőből öntött, hétfőn lesz kész fémből is, az van írva, hogy urupán. Az uru, tudás, a pán, azzal kezdtünk az elején, tehát tudjuk, hogy miről szól. Most nem írom a rovás betűből, csak a növetűt a pánból, jó? Minden marad a... vagy az sem. De. Így uru, és így pán. Csak hogy a nöbetű a magyar rovás írásban így néz ki. Na most ha ezt én belenyomom egy a rovás felét belenyomom a masszába, akkor ez a C betű forma kerekedik ezen az oldalon, innen lesz uru, oda-vissza uru, ugye? És mivel ez átfordult, itt lesz egy pa felirat. Európa. Tehát meg lehetne kérdezni Európát, hogy tudja-e, hogy honnan kapta a nevét. Én tudom. Innen. Vannak dinoszaurusz leletek, az előbb nem volt itt mindenki, mikor erről beszélgettünk. Két helyen található nagy mennyiségben dinócsont, mind a kettő mellett hőforrás van, a Jurassic Park és a magyar ajkai terület, ahol alatt a hévíz. Tehát ha az uru ennyire fontos, emeljük ki, jó? És van nekünk dinónk, aki dinoszaurusz. Tudjuk-e, hogy a norvég-német teremtő isten Odin? Tegyük föl dinót a körrovásra, és kezdjük-e innen olvasni, már is itt van Odin. Tehát, ha Odin az uru, akkor mi az, amit ő uru? Mit tudott Odin? Ki volt az ő anyukája? Bár. Tehát bár szüli a német istent. Ki az a bár? Aki alulról meleg vizet produkál. Tehát a dinoszaurusz édesanyukája Odin istenen keresztül bár. Akkor megint meg lehet kérdezni Európát, hogy tudjátok, hogy honnan jön ez? Igen, innen Magyarországról, a hévizekről szól. Tehát az, ami az uruság, az egy olyan időre utal vissza, ami a dinoszauruszoknak a tojásköltési tudására, uru a tudás, utal. Akkor hány éves a magyar nyelv? Hány éves a magyar tudomány? Hány éves
az az identitás, amivel mi rendelkezünk. Hány éves ez a kultúra, és ki itt a tulajdonos? Bizony, kemény dolog, mert először, mikor megértettem, én nagyon boldog voltam, hogy hú, de okos vagyok, meg mitől megcsinogattam magam. Aztán nagyon sok embernek elmondtam, és akkor meghatódtam, hogy ők hogy meghatódnak ezen. Aztán rájöttem, hogy ez egy kicsit több. Szóval ez nem erről szól. Ez arról szól, hogy ez kötelesség. De olyan kötelesség, amit nem más fog tőlem elvárni, hogy én ezt teljesítsem. Itt van, le van írva, oda van írva. Megkaptam, Bakonybélben nevelkedtem, Jászdon születtem, Veszprémi várban nőttem föl, Viszperem városába. Ma barbárként el tudom mondani, hogy a világ legműveltebb barbára vagyok, mert azt legalább tudom, mi az, hogy barbár. Na most, hogyha ez a tudás jelenleg a világot odáig juttatta, hogy vérfürdőből vérfürdőbe megyünk, este, aki bekapcsolja a tévét, már oda tolja a labort, mert csöpög, nem? Tehát semmi értelmes nincs, hát a mesébe ölnek, a tévéhíradó miről szól, ez megölte, az megölte, kerekecske, gombocska, utána jön, ahogy hívják, az akciófilm, az esti film, ott meg gyilkosságok egymás egyre által. Idáig jutottunk. Ahhoz képest, hogy egy olyan népnek az örökös, a tudásnak az örököse vagyok, amely a világnak a növényi részéről szól úgy, hogy onnantól, illetve hát a dinoszauruszoknak a költési szokásairól beszélve rám hagyományozta azt a tudást, amivel nekem most szólni kéne a világnak, hogy hagyjátok már abba ezt a hülye öldöklést, meg a pénz utáni rohangászást, hiszen itt van egy akkora kultúra, ami ezt nem kéri, ezt nem kérte. Abba az időben mutat vissza, ahol még pénz se volt, de gyilkolászás, értelmetlen gyilkolászás biztos nem, mert különben most nem volnánk itt. Tehát eljutottunk odáig, hogy van egy ekkora örökségünk, amivel nem tudunk mit csinálni, mert a világ nem akar meghallgatni bennünket, mert a világ olyan okosan benne van abba az ő tudományába, aminek semmi értelme, hogy ide le nem akar tekinteni. Tehát igazából egy dolgunk van, megmutatni az urupánt, a dínókat, és megmutatni azt a fajta barbár világot, ami életképessé teszi még egyszer a Földet. Sok lehetőségünk nincsen, mert ami felé most megyünk, az hát úgy gondolom, hogy egy olyan jó 4-5 hónap múlva véget vet az egésznek. Szibéria alatt milliárd köbméter befagyott szénhidrogén van. Egy borsónyi meggyulladt belőle, vége a civilizációnak, lehet, hogy az egész Földnek. Ugyanis pár évvel ezelőtt, amikor szárba szökkent a szar, föltűnt egy olyan nép, ami ennek a kultúrának a termékét, az eredményét akarta magának. Semmit nem akar belőle a munkából, hanem csak is és kizárólag az értéket. Hogyha valaki ismeri a szántai előadásokat, a Pap Gábor féle dokumentumokat, nagyon jól tudja, hogy olyan városoknak vagyunk a birtokosai, amik aranykupolások. Hogyha a cicai ásatás megnézi valaki, a filmemben van, belőle pár részlet, a YouTube-on megnézhető, abba kellett hagyni, visszatemették, mert az orosz haderő, a katonák már halomszámra lőtték az orosz embereket, mert megbolondultak akkora mennyiségű arany. A lónak a pofájához közel álló zabla szerszám be van tekerve ilyen arany tekercsel annak érdekében, hogy ne rohadjon szét, ahogy hívják, és friss bőröket szednek elő történelem előtti időkből. Tehát annyira értettük az arányokat, az arany művelését. Ez a mágia tudása. Tehát ettől működik a rendszer. Na most azokat az embereket, akik a Földnek, ugye most maradjunk abban, hogy van Európa, Ázsia, és itt lent valahol alul elindul egy történet, amelyik a Szkíta tengelynek, ennek a Pán tengelynek az eredményeit akarja. Már odáig jutottunk, hogy így körbevettek bennünket, és jócskán lepusztítva a területet, a kultúrát, az önbecsülésünket és mindent, itt ebbe a gödörbe akarnak megölni, most ebben az évben. 2011-ben eltűnt az alkotmánymódosításra hivatkozva a magyar köztársaság fogalma. Ha az előbbi ábrát nézzük, a hegyek között él a nép, ugye? És itt tarsolyog a tarsoly lemezzel. Tehát ez a köz. Valaminek kell, hogy közel legyen, tehát úgy nincs köz, hogy nincs minek köze. Tehát a közben tarsolygók alkotnak szabályt az életre. Magyar Alkotmányozó Köztársaság. Megelőz mindenféle társadalmiságot. Ezért kellett úgy eltűnnie, hogy tavaly itt a jelenlévők közül, emelje fel a kezét, akinek föltűnt,
Egyszer csak akkor feltűnt a köztársaság. Ugyanis, neked feltűnt? Bravo. A köztársaságnak ilyen formában az értelme, az értelmezése rávilágít erre a kultúrára. 1011-ben István király lement bár anyába a német bérencekkel, és az utolsó kabart is kiirtotta. Ezt ünnepelték meg azzal, hogy eltüntették a köztársaságot a magyar meghatározásból. Nem mondták be igazából, hogy miért is van ez, csak úgy szép halkan, ahogy szokták. Aztán, hogyha az 1000 éves történetre visszaugrunk egy picit, akkor megnézhetjük annak a nyomát, amit a rovásírás eltüntetésének eredményeként kaptunk. Ugorjunk bele az előbb beszélt geolingvisztikának abba a részébe, ami a Bakony neveit magyarázza. A Balaton fölött van egy Kab hegy nevű területünk. Kab, mondja meg valaki, mit jelent? Semmit, fordítsuk meg, nyomjuk bele a pecsétet, már is érthető, hogy Bak hegyről van szó. Csak hogy, ha Bakon történnek események, akkor Tihon, Kolon, Tár története értelmet kap így. A Bakon történik valami. Mi történik a Bakon? Hát például Bakon Ábel gerincét adja Inanának. Hogy hívják Bakony bél folyóját? Gerence. De előbb mondtam Lulajabba. A patak neve és a falu neve összefügg. Miért is kell gerincét adni Inanának? Mert Inana is a Bakon él. Bakon Inana. Inana, ide van írva. Bakony nána. Mit szül Bakony nána, mert gerincre vágta Ábel? Geá. Ma úgy írják, hogy Gaja patak. Gaja, Gea megszülése. Nézzük meg a Bakon szavak többi részét. Bakon balról itt lent a sarokba, ott van Bakon Jákó. Tehát, ha a Bakon az Y, akkor pedig ez Iákó, Izsák. Magyarán a bibliai és az összes Inana és egyéb történet, történelmi idők előtti dokumentuma, ehhez van a Bakony hegyben. És itt van a Sínai hegy. Itt van a Puzdracső. Miért is gyulladt meg a csipkebokor? Mert be kell üzemelni a puzzle, csak ne kell gyújtani a levelet. Milyenek a táblák? Mi a kőtábla? Puzzle vagy nem puzzle? Itt van a kőtábla. Vittük a térképet, mert képezzük a teret. Mutatom, ezt tudjuk rögzíteni. Az árasztott vizeknek az urai vagyunk. Tudjuk, hogy hol mennek a lukak. Ahol savval maradtjuk, az milyen ária? Az a sav ária. Tehát a savval maradott ária, szavária. Semmi köze Rómának hozzá. Magyar szó, oda van írva. Ott, ahol a széndioxidot kibüfögtetjük belőle, ott lépcsőket építünk és főpumpáljuk a Dunát, mert nem nagy durranás, csak a követ kell tudni csinálni. Ott vannak mái napig vizes Grádics, Visegrád. A Grádics szót még öreganyám használta. Ma meg azt mondják szlovák eredetű, mit tudom én, micsoda, semmi köze Szlovákiához. Ugyanúgy Butha pászta, Butha Pest, poszt. A posztos emberek, a pásztázó emberek, akik a puszták népei. Minden magyar puszta egy hatalmas vonalrendszernek a része. Azokat a pusztákat, amik a Pécsről, Jakab-hegytől, tehát az ősi pálos kolostortól Esztergomig mennek, az egyik pusztának én vagyok a tulajdonosa, Mány alsős pusztának hívják. Ott találtam egy várat, amit az előbb beszéltem, és az el is tűnik, mert aláásták a barátaink, és omlik össze úgy, hogy az alatta lévő vízzel, meg a szénnek a kirobbantásával tönkretették az egészet. Tehát a puszta pászta népe vagyunk, aki ezen a rendszeren, a geolingvisztika szerint simán olvashatóan olyan kultúrát hozott össze, ahol még az is le van írva a hegyek nevébe, a völgyek és a patakok nevébe, hogy ki, hogyan, miért, mit csinált azon a területen, mit tudom én, 300 ezer évvel ezelőtt. Miért folyik ott a Duna, ahol folyik, és miért nem folyik máshol? Ezek le vannak írva. Tóth Józsefnek hívják azt az embert, aki az Épített tájak Kárpát-medencében című könyvet írta, 93 óta keményen kutat, és azokat a medencéket és víztároló rendszereket, azoknak nyomait elemzi, amelyeket az előbb említett mikor időből, az első katonai felmérés az osztrák-magyar monarchia idejéből dokumentálva is őriz. De találtunk sokkal régebbieket, tehát az alsó rendszerekben a dolinák és a lefolyók, a beömlő nyílások sokkal régebbiek. És megvannak a nyomaik, itt vannak ezen a területen.
olyan szavak, mint például Eger alatt Iklad nevű helyiség. Belebolondul az ember, akkor se jön rá, hogy miről szól. Tegyük fel a körforgóra, Iklad, Iklad, Ikladik. Menjünk el, nézzük meg, két szivar alakú hely, középen máj napig ott a nádas. Tehát közte, hogyha át akart menni a babájához a fiatal úr, akkor igencsak kellett neki aladik. Tehát Iklad, Ikladik megcsinálta. Kocs neve, Csikó, Kocsi, abban a korban. Ami rámutat ezekre a helynevekre, vagy a történetre, a peremes hegyekre, a legjobbak azok a leletek, a készek, amik lepusztultak, ugye betemetik önmagukat, nehéz elemezni. Nincs rá módom, nincs pénzem, nincs körülmény, hogy én ezt fölássam, megfelelően helyre tegyem. Ha valamit elkezdek, azonnal jön a hatóság, és rögtön tönkretesz mindent. Tehát számomra azok a területek, azok az ott maradt építmények, az igazán jók, amik valamiért abban az időben félbe maradtak. Visontánál van egy félbemaradt piramis, érdemes a Google Earth-ön megnézni, mert a helyszínen a mérete miatt az ember nem hiszi el, hogy az. Tehát messziről, meg hát ugye repülővel talán föl lehetne úgy térképezni a dolgot, de a Google Earth-ön jó. Székelyudvarhely fölött van egy lengyel falva nevű helyiség, ott szintén van egy félbemaradt piramis, és tökéletesen látszik a kezdet, hogy mit építettek meg először, miért. Tehát van egy hegy, ami ugye a tektonikai mozgás tetere szerint úgy kijön, de érdekes módon úgy jön ki a hegy, hogy ellenkező irányba állnak a kövek. Tehát, hogyha a hegy jött volna ki, akkor így kiborul, de ez így van berakva, hogy majd mikor a súlyánál fogva ugye a helyére kerül, akkor megy a helyére ez a hatalmas monstrum, de ma ott állnak így a kövek, megvan a följáró, a kocsiutak, minden tökéletesen ott van, és mellette megvan a magyarázat, ugyanis egy félbemaradt kőbányába bugyog föl a bárvíz. A bor azért bor, mert az is széndioxidot termel, ugye a, hogy hívjákon, az erdélyi borkutakat úgy hívják, bárkut, borkut, vagy savanyú kut, a szódavíznek a széndioxidos története. Na most, még egyet ugrok, aztán utána abba hagyom. Tehát abban az időben, amikor őrtüzeket állítottak, és a mai történelem szerint az ellenségek megfigyelése miatt kellett, ez ugyanolyan zavaros magyarázat, mint az összes többi eddigi. Ha én tüzet rakok, akkor én vagyok az egyetlen látható, kilőhető ember, de én viszont nem látok az ég adta világon semmit, csak a tüzet. Tehát az őrtűz az biztos, hogy nem erről szólt. Miről szólhatott? A széndioxid eloltja a tüzet. Tehát abban az időben, amikor a jégkorszakból kiolvasztottuk a világot, illetve besegítettünk Geának ebbe a történetbe, akkor nyilvánvalóan azokban a területekben, ahol az emberek elbújtak, néha fölemelkedett a CO, a széndioxid, és itt a faluba voltak emberek, akik tüzet raktak azért, hogy lássák, hogy mikor jön abba a kérdéses szintbe a széndioxid, akkor gondolom megvertek egy nagy darab vasat, és akkor mindenki futkározott föl a hegyre, mert jön a gáz. Na most. Ha nem volt rá idő, erről szól, azt hiszem az állatok tavaszi, tehát a nagy állatok, a négylábúak fölhajtása a hegybe, ugyanis amikor elolvad a jégréteg a földön, akkor büffen nagyot a széndioxid. Télen nincs széndioxid fertőzés a levegőnek, vagy nem túltermelés, pedig akkor fűtünk. Tehát akkor kéne, ha azért van, amit mondanak. Nem, télen nincs, csak tavasszal és nyáron van. Na most, a későbbi időkben, nem tudom mikor, építettek az ősök ilyen túlélő helyeket, amikor már a falu népe, aki lent a szánton dolgozik, nem ér rá felszaladni a hegytetőre, nehogy ők meghalljanak. Ezért úgy döntöttek, hogy csinálnak ilyen nagy púpot, amibe bele lehet menekülni. És hogyha ide belefutnak, akkor ebbe van annyi levegő, hogy túlélik, amíg a gáz elkezd emelkedni. Ha mégse lenne, akkor csináltak neki egy ilyen tornyocskát, amiben egy olyan levegő rendszer van, hogy itt alul működtettek egy ilyen nagy lábbahajtós pumpát. Mára ennek tettek tetőt, itt van egy harang, meg ide is építettek egy tetőt, hogy ne ázzon be, és néha összegyűlnek, itt tisztelik az Istent ebbe a helyiségbe. Bent megtalálhatók azok a láncra akasztott füstölőnek nevezett valamik, amivel lehetett ellenőrizni onnan a karzatról, hogy mennyi a gáz a területbe, kell-e pumpálni vagy sem. Ma ezt a pumpát az orgonára használják, de igazából a
bekötése, a szívás ütem a régi erdélyi templomokban látszik, hogy minden esetben a torony felé fordult. Ugyanis akármennyire fölemelkedett a gáz, mivel ezek a régi templombejárók nagyon alacsonyak voltak. Ha valaki volt a vizsói templomban, tudja, hogy kell lehajolni. Bent a templomon belül viszont ezen a területen itt már nyitható ablak nincs. Van üveg, ki lehet nézni, megnézheti az őrlángot, de ott már véletlenül sincs ablak, ami nyitható. Kőrózsák, rozetták, minden van. Itt alul pedig a karzat, ami, ahol a tömeg vár, az olyan alacsony a régi templomokban, hogy az alatt is úgy kell bújva átmenni, mert ez a szelep, ami a fölötte lévő levegő mennyiséget elválasztja a gáztól. Tehát ezek a templomok, ezek a helyiségek erre kiválóan alkalmasak voltak akkor, amikor még a gázokkal úgy kellett gázdálkodni, hogy a túlélést biztosítsák. Gazdag ember azért gazdag ember, mert a gázzal dagasztott hegyek ugye 8-10 fokkal melegebbek, ami azt jelenti, hogy annyival hamarabb rügyezik a gáz és a bokor, tehát őzik-e szarvas a gazdag emberhez, oda megy csak helyszínen. Nem kell érte mászkálni. Ez a gazdagságnak az alapja, a gázzal dagasztott, gázzal föltöltött hegyek. Hát talán egyszerre ennyi. Van valakinek kérdése? Hogy? 3 hónap, igen. 3 hónap. Megmutatom a másik térképet, meg ha valaki akar venni ebbe a DVD-ből. Kicsit drágán adom, de ezeket a hegyeket úgy döntöttem, hogy laborral beméretem a... Én tudom, melyik a túró, de vagy elhiszik, vagy nem. Úgyhogy a Veszprémi Egyetem 27 ezerért méri az anyagot, kiégetik belőle a túrót, és akkor fölállítok egy olyan Európa térképet, amiben tudom mutatni, hogy mi a mesterséges hegy, és mi az, ami üledékes, vagy vulkán. És akkor átrajzolok egy ilyen rendes mai térképet, abból a szempontból, hogy mi az, amiről tudom, hogy gányolt hegy, vagy nem. Még egy, a tüzek mellett találnak mindig a régészek ilyen köveket, ilyen pici kis, nem is nagyobb ennél így a valóságban. És itt van rajta egy luk. Állítólag kalapács, mert ide tették a fanyelet, és akkor itt rábandázsolták, és akkor ezek kalapáltak. Csak azt nem tudom, mi a francot kalapáltak annyit, mert se szög nem volt abban az időben, semmi nem volt. Minek ennyi kalapács? És a tűz körül rengeteg van. Minden lelőhelyen rengeteg van. Aztán rájöttem, hogy mi ez... Hát ilyen vastag falu edényekkel dolgoztak, tehát hogyha meg akartak forralni egy levest, vagy bármit csinálni, akkor egy egész erdőt kellett eltűzni, mire az átmelegedett. Viszont, hogyha egy jó forró követ beledobok egy akármilyen valamibe, ott az közvetlenül a vizet fogja buzgatni. Tehát megbuzgatja, megforralja a vizet. Ahhoz, hogy ezt a forró követ ne kelljen kézzel, meg ott eszetlenkedve kiszedni, csináltak egy lukat, és akkor ide a vesszőt beleszúrták a hamuba, és akkor a vessző ejti bele a vizet, veszejti. Innen van a veszejtés szó, hogy a vessző beleejti. Aztán jön a vaskor, amikor ugyanezt a buzgatást megcsinálják egy modernebb verzióba, de megmarad a szó, mint a kova készítője, ugye a kovás. Utána már, amikor vasból kovás, akkor is kovás marad, mert a szakma viszi tovább a nevet. Tehát a buzgatás nagyon fontos, és úgy néz ki, hogy van egy fanyél, azon van egy lánc, és a végén egy ilyen golyó, amit bele lehet dobni a tűzbe, és utána ez a gányolt eszköz, a buzgány okozza a forrást. Tehát a buzogány az gyakorlatilag egy levesfőző eszköz. Aztán, hogy lehet vele harcolni, és hát gratulálok, hogy egy valószínűleg maguk csináltak belőle eszközt. De azzal gondolom a tüskéire meg lehet rakni a sárgarépát, meg levesport, meg ilyen. Tehát a buzgány, a szónak a fejlődésére csodálatos, jó? Mintha kihajtják az emberek a jószágokat arra a helyre, ahol a legtöbb a fű, legtöbb a szél, legtöbb, az egy legelő, mert olyan leghely, legelő, ja, innen jön, ahogy hívják. Búcsúzó még egy kis aranyosság, hogy a szófejlődés legyen, mint gondolkodni ebbe a 3 hónapba. Van egy szavunk, a pad. Tökéletesen értjük, hogyha ülünk rajta, ez egy pad, egyenes fa dalap. Igen, egyenes, hogyha állunk rajta, akkor is padlónak hívjuk, ugye? Aztán menjünk tovább, hogy ha én erről messzire akarok látni, akkor 2 kőfalra ráteszem ezt a padot, padlás messzire, padlás.
ugye? Hogy a pataknak, ami a DT-vel az előbb mutattam, hogyan jön, a padja a pad között folyó víznek, padok között folyik a víz. Az a patak. Így lesz belőle, mert ez D betű a rovásba. Igen, ám csak, hogy a padaknak vannak keskeny részei, azok a padkák. Útpatka, kemencepatka, folyópatka és egyéb patkák. A pataknak van kettő fajta kanyarulata, az egyik a külső, amelyik a maros, meg van olyan üledékes rész, ahol lerakja a csigákat, a kishalakat, és ezen a padon látjuk mindig azt a kétéltű állatot, amelyik ezt szedegeti, de mindig ott látjuk a patkán. Ő a patkán, a patkány, a patkány. Tehát a padból, a padláson keresztül a folyók tulajdonságai jutottunk el egy állat nevéhez, és ez mind a magyar nyelv. Mindenünk így épül föl. Ennyire tökéletesen, ennyire itt van, és ilyen mélységekig, meg ilyen magasságokig mutat, mint a keresztoltalma, keresztkegyelmében élet. És ez mind ugyanaz a szó, ugyanannyira egyszerű, három hang, két másra hangzó közé, magánhangzó, és minden lebontható rá, minden érthető. Ebben az egyszerű világban élünk ilyen bonyolultan, amitől ráadásul nekünk most rossz.